Uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hú, ez csípám. Hihetetlen. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Egy nagyobb kolbásztál érkezett, ugye a hétvégi omékos kiállítók nagyon kedvesek voltak, és a Janinak mondtam, hogy van egy sor olyan kolbász, amit tényleg. Nyihár kolléga Békés Csabáról direkt azért gyártott, hogy ez 3 nap múlva még érződik. Akkor belehúztál. Kettőt éjgyomorra, úgy, ahogy van. Mondom, milyen kolbász, páf azonnal. Tudod, de jó. Tudtam, hogy jó minőségű, tudod, te hoztad, tudjuk az alapanyag, tudjuk, honnan van, páf be. Kész, nem tudok beszélni, nem látok, megvakultam. Be, mondja, hogy egy fia, akkor lesz nevetés, hogyha mondjuk Balázsi jön befelé, utolsó perc, meglátja az asztalon a cuccot, belenyúl, rögtön bekap 2 falatot, és beül ide, lenyel, azt mondja, az 3 nap múlva is csípnek. Ezzel kezdett. Ezt vázoltat, hogy ezt mondtam, vázoltam, hogy biztos, hogy azt a sort fogod kihúzni, nem is akartam levenni róla a nylon, mert tudom, hogy amikor te ilyenkor bejössz, akkor csípsz 2-t, és jössz be. Igen. És tudtam, hogy azt a sort fogod, mert... Na mi ez, Laci, reggeli? Nézd, kolbász. Na, Laci, ez csíp. Ennyit tudtam mondani. De Laci. De hogy azért van választék, tehát van. Csak mondom, hogy mellé nyúlhattál volna még 3-mal, 4-gyel is, de nem, rögtön beválasztod. Ez olyan, amikor beleszalt egy pofom, ami nem jár neked. Jössz, és paf, kapsz egy választ, és mész tovább. Na, jó, srácok. Jaj, bocs, öreg, ne haragudj. Igen. Szám. Jó, de nem tudom, milyen kollega, de tényleg csíp. Ez 5 féle kolbász van. Hogy lehet ilyen tehetséges? Hogy lehetsz ennyire tehetséges? Hogy tudtam ebbe belenyúlni? Vigyázz! Ne azt, ne! És gondoltam, veszek hozzá egy kis friss retket, tudod, mintha a friss retek, ami szintén azért egy kicsit enyhén tud csípni, enyhíteni ezt a dolgot. Betoltam egy kis retket, rásegítve a csípősre. Azt a minden. És az lett volna jó, hogyha meg egy kis fekete retket, tudod, ami még rásegít, volna, igen, egy fokozatot, hogy nem 3, hanem 4 keresztes lett volna. Sajt is csíp. Bocs, nem, az összes többi kolbász sem csíp, az az egy sor, Annának is mondtam, hogy arra vigyázni, Janinak is mondtam, de hát ő ugye nem eszik bele, mondom, tuti, hogy bele fogsz húzni. Így el egy 2,5 liter tejet, az lefutja. Azért egy ilyen kolbász retek tej, utána azért úgy van pH érték, nem? Van. Utána némi kis mentolos vágóval lehet azért, hogy kéne turbosítani. Mondjuk nehéz neki ellenállni. Feri hozott tegnap nekem is, ma reggel újra kellett csomagolnom egy kazalnyi pálpusztai sajtot, nekem az az egy gyengém, és hát általában ugyanazt a márkát lehet kapni mindenhol, és van egy ilyen kis családi manufaktúra, ahol bepróbálkoztak egy saját modellnek az elkészítésével is, és állítólag nagyon jól sikerült, ebből hozott Feri néhányat, már nem tudom becsukni a hűtőajtót a szaktól, át kellett csomagolni, hogy egy újabb szatyorba, tegnap sajnos így felejtettem, nagyon kíváncsi vagyok rá. Jó, ez az omék. Én a pápusztai az azért jó, mert hogyha a családban csak egy ember szereti, akkor ő az, aki mindig az erkélye mehet. Az ott igen. És az a hűtőt is mérgezi. Az minden tönkre tesz. Mindent. Ha mindent. Ma olyan kávét kapnál a Lacitól, amiben tej van, és ugye a tej a pápusztai mellett volt, az ugye átveszi egy kicsit egy az a szagokat, illatokat, úgyhogy a ne lepődj meg, a sajt ízű lesz. Igen, az kicsit olyan, mint a szarvas gomba. És az ideben van csomagolva a hűtőben egy ilyen sajt? Ott van? De most... Túrorudni mellett láttam. Nem nyújtam hozzá. Ne, a túlorodó se nyúlja, már átvette a szakát. Ne nyújj hozzá. Ne. Minden reggel megnézem a hűtőt. Minden reggel úgy indulok, hogy bemegyek, és ha van idő, megnézem a hűtőt. Hogy van-e benne valami, ami érdekel. Kint ott van, becsomagoltam, az nem nyúlok, túlorodi. Indult a kezembe. Nem, de biztos a kormát. Jó, nem, álmodom, nem, ez nem az én túlorodi. És jövök be, nekem ez egy szeánsz. Tehát amikor tudok, hűtőt nézek. Hát ha valami. Egy csoki, valami. Tudom, benne egy ilyen zacskó, meg egy cserpesút így bent, így oldalt. Kis tej oldalt, meg egy lekvár. Ennyi. Igen? És nem szeretem, hogyha a megszólás végére megolvad rajta az étcsoki. És azért mindig berakom a hűtőbe. De ez részemről egy ilyen afrikai vadászkalap, hogy látjátok, hogy feszült vagyok már így a megszólások vége felé, és így támasztom a 2 karfát oldalt, az azért, amely előbb akarok hűtőzérni, mint Balázs. De már javulok, mert már nem eszem meg, tehát hogy így... már így, azért így moderálom a... Meg hát ennyi finomság mellett, meg ilyen jó kis csípős kolbász mellett én azért nem enném meg a Rudit. Mindig csak akkor eszem meg, ha tudom, hogy ki, meg tudom az eredetét, meg tudom, hogy honnan van. Te teljesen vadidegen dolgokat nem. Csak ha tudom, hogy ellenőrizhető. Mert akkor tudod, hogy kivel cseszel ki. Igen. Meg tudom, hogy tőled nem sajnálja, tudod. Jani? Tehát, hogy így... A szívemről beszél, tényleg. Tehát tudom, hogy
tudom, hogy valaki olyantól veszem el, akit ismerek, és aki nem sajnálja. Ismeretlenül nem szép elvenni. Mert akkor nem tudod, hogy ki ezetted. Mert az lopás meg. Így meg. Igen. Így, van. Így viszont csak tudom, hogy boldoggá tehettem, hogy adhatod. Igen, javak megosztása. Meg nekem ez olyan, mint egy ilyen plusz hajtómű, egy hogy hívják, egy űrhajó, ami fölviszi éppen egy műholdat. Tehát, hogy egy picit kis plusz adrenalin fröccs így reggelenként. Tehát, hogy megeszi, nem eszi, megmarad, nem marad, eszek, nem eszek. Ott lesz, nem lesz. Igen. Úgyhogy ez teljesen. De ott van, nem nyúltam hozzá. Teljesen érintetlenül. Milyen kaják ezek az omékről, amit mondott, Jani? Van, tudod, nekem elég sok olyan ismerősöm van, aki ezzel foglalatoskodik, valami oknál fogva így megszerettük egymást, ilyen kézművesek, biztos azért, mert egyszer ittunk egy valamit, és akkor ilyenkor mindig én körbejárok, és adnak egyet, vidd be a srácoknak, a reggeliz. Rendesen. Ezek mind azok. De csak vasárnap este már nem volt erőm összerakni. Ők hallgatnak is minket. Persze. Nem úgy, mint a Pest megyei labdarúgó szövetségektől kaptunk néhány üvegbort, hogy nagyon szépen köszönjük, de nem nagyon értünk. Nem értjük a dolgot, értjük. Az asztalodon van 4 palac. Kit dicsérhettünk vajon? Újsággal, mindennel. Hát nem tudom. Hát. De most hallották, hogy itt a magyar-román kapcsán megfogalmazott véleményünket, azért én bort nem küldenék. Hát én sem. Nagyon köszönjük. De kedvesek, aranyosak. Vagy lehet, hogy ez előpuhítás. Aha. Hogy lássák a jövőben. Uh-huh. De cimblán csak szeretnek, nem is küldtek. Milyen bort küldtek? Mit küldtek? Nem rosszat egyébként. Valami barikolt bordós. Aha, mert 2007-es, úgyhogy az már egészen jó. Talán szexuális Batthyány pincészet. Igen? Mert hogy elég jó. Nem, örülünk mi mindennek. Egyébként nem? Meg igen. Persze. Valaki gondol ránk, vagy valaki küld valamit, nem tarhálunk, de ha jön, akkor hát miért ne fogadnánk el? Meg szeretünk mindenkit, csak valakit nem. Vagy nem úgy. Vagy másképp. Vagy azt mondjuk, hogy nem, de mélyen bent igen. De valahol igen. Úgyhogy így vagyunk. Tegnap belenéztem a TV2 esti műsorába. Na, végül melyik valaki. Be? Igen, ezzel mint egy megduplázva nézettséget, mert tudom, hogy előtte anyám is belenézett, hogy nem, egyszerűen rájöttem, hogy annyira nem tudom már, hogy mi történik a hazai televíziózási piacon, illetve mindent tudok, mert mindenbe belenézek, ismerem az új Gundi új műsorát, megnéztem a Tibit, megnéztem, tehát hogy mindenkibe belenézek, de hosszú távon nem tévézek, nálunk mese megy este, meg híradó, de én nem tudtam, hogy ez mi, csak belenéztem, és a Berki volt benne, aki vett magának egy masnival átkötött fekete Audit, amit odaadott a párjának, aki viszont ennek nem örült, mert másra számított. Oh, aha. De milyen a más autóra? Vagy más masnira. Vagy más masnira, nem tetszett neki a fekete autón a rózsaszín masni. Hogy nem tudom, hogy ezt a műsor azért nem nézik, mert hogy annyira irritálja az embereket, hogy élnek a celebek, vagy miért, de hogy így nem értettem a műsor mondani valóját. Ez most az, hogy ugye ilyen celebeket követnek. Igen, láttam a Győzit a beállva valami kocsiba beszélni, meg láttam pont ezt a jelenetet, és akkor utána, hogy kikapcsoltam. De nem értettem, hogy ez inkább irritálja az embereket, nem? Hogy ahogy valaki vesz egy Audit átkötve egy masnival, hát az lehet, hogy igen. Meg a saját arcmásával díszített pólóban áll a sportautója mellett. És akkor a csaj mondta, hogy de miért ilyet, meg miért ez? Tehát ez nem is autó, miért nem egy jeepet? És arról beszélt, hogy ő már 10 évesen seftelésből tartotta fenn magát. Tehát hogy ezek olyan furák, persze, hogy milyen üzenete van ennek. Én magát a Berki jelenséget. Nem értem a műsort. Én magát a Berki jelenséget sem nagyon értem. Ugye ő volt az, aki egy darabig itt a szomszéd pályán tevékenykedett. Igen. Fradi vezér volt. És akkor ő egyszer csak bekerült ebbe a körforgásba, és benne is maradt. Benne is maradt a fiú, hogy azóta ő mit csinál, miből él, egyrészt semmi közünk hozzá. Persze. Nem tudom, de mert tudnék olyan celebeket képernyőre tenni, akinek érdekelné szerintem a nézők, tehát érdeklődnének az élete iránt. De ha én a TV2 lennék, és elindítanék egy műsort, és azt mondom, hogy akkor kik legyenek benne az arcok, legyen a Berki Krisztián, naturális, inkább irritálós, nagyon kevesen ismerik, de nem szimpatikus a fazon. Nekem nincs vele bajom, de hogy sokan inkább irritációt éreznek. Vévi Ágica. Azt se értem. Tehát, hogy olyan, mintha direkt ilyen rosszul vál, vagy nem értettem tényleg tegnap, hogy ez mi. Még a Győző volt a legszórakoztatóbb. Ők valamit veszekedtek a beállalé kocsiba, de hát mondom, ez egy állandó jelenet. Hát ilyen Győzike Show Light. Igen, egy Győzike Show Light, meg ott van még a Horváth Éva, aki valami kolbászt evett valami kocsiba, és mentek valahova. A barátévelő helyes volt, meg a Müllerőn, őt pont nem láttam tegnap. Nem tudsz olyat betenni szerintem, aki már jó. Tehát aki elvállalja, őróluk már minden. Igen.
az összes ilyen celeb már körbe ment az összes szivatós műsorban, tehát már ti kivittétek a dzsungelbe, a TV2 már kivitte Afrikába, már minden. Lehet. Nem? Tehát, hogy most kit tennél be, aki érdekli az embereket, és el is vállalja. Tehát mert egyébként mondjuk megnéznéd lehet az Ákost, hogy hogy ébred reggel, de hát ő meg nincs benne az ilyen bulikban. Hát ő nem. Ugye? Ő nem az a típus. Nagyon okosan egyébként, de ő nincs benne, vagy mit tudom én. Ébrednél egyszer tudod, van a Pimasz úra, hogy megy. Luke Skywalkerre, vagy mondjuk a Lukáccsal a tancsadába, de ő is azt mondja, hogy ő nem akar ilyenekbe szerepelni. De Pimasz úrnak nézik a műsorát. Az megy? Az egy nézett műsor. Aha. Tehát a kis kábel csatornához képest, ugye a Super TV 2-n, az egy jól hozó műsor. Az ott megy, igen, aha, kedden este. Na, az például szeretik. Aha. Hogy ő oda megy, és akkor ott befekszik. Nagyon jó csatornátlagot hoz, meg nagyon nézik igazából. Hát szegény Tibi ugyanezt nem tudja elmondani magáról. Pedig ez is az is családi vállalkozás, ahogy hallom. Igen. Igen, mindenhol ott vannak az ismerősök, meg a barátnők. Nem mindenhol szerencsés. Na mindegy, nem. Én csak így ezen gondolkodtam. Én minden műsort megnézek, nem nézek hosszú ideig, de én tegnap ebbe valahogy belefutottam egy kicsit, és akkor azt úgy néztem. Mondom, mert akár ez még jó is lehetne ez a műsor egyébként. De szóval van valami sztori, amire rá van fűt, tehát mindenkinek ugyanazt meg kell csinálni az összes sztárnak? Szerintem ilyen több szálon futnak az események, és mindenkinek megmutatják az életét kicsit. De nem ugyanazt csinálja a Horváth Éva, mint a Berki, vagy nem ugyanazt csinálja, mint Vévi Ágica, mint a Müller Attila, hanem ők úgy élnek. Aha, tehát csak beletekintünk az életükbe, hogy ők hogy igen. Napokat. Igen. Hát igen. Mert nekünk ez van, ez a felhozatal, mert nyilván sokkal több embert érdekel például az, hogy mondjuk egy nap mondjuk Axl Rose-zal, Tommy Lee-vel a Mötley Crüe-ből, és meg a hogy hívják a, mit tudom én, a Steven Tylerrel, az Aerosmith-ből, és akkor így azért odaülnének az emberek, de hát nekünk. Igen, csak azoknak van. Meg már nincs szükség erre, tudod, szóval, hogy tényleg, amit a Feri is, hogy mindig azok vállalják el, akiknek kicsit szüksége van, viszont a kicsit szükséged van, akkor kicsit nyomorult vagy. Nem? Hogy menni akarsz ilyen? Hogy ezt tulajdonképpen bevállalod. De mondjuk például a Berki Krisztián, az mit profitál ebből az egészből, azon kívül, hogy hát hogy mit? Hát ő, hát ezt, hát ő rajta minden cselekvésén, minden posztján, minden írásán, minden cikkén az látszik, hogy ő megveszik azért, hogy ő celeb legyen. Ő és szereti ezt. Hogy őt fölismerjék, és ő híres legyen. Nem fog tudni, mert nem, szerintem nem átütő, de hogy tehát ő ezt szereti. Egyébként szerintem nincs vele baj. Hát sok embert irítál, de én tudok rajta röhögni, ha így olvasom valamilyen polgárpukkasztó nyilatkozatát, vagy valamit, mert nyilván kicsit ez a cél, hogy mindenkit idegesítsen. Én tényleg kifejezetten jól tudok rajta szórakozni. Na mindegy, úgyhogy hát aztán megnéztem egy followingot a Kevin Baconnel, és megint megállapítottam, hogy ez... Aha, hát hogy ez így helyre rántottam. Hát helyre rántott a TV2. Visszatértél a saját inger küszöböt. Igen. Visszatértem, mi kell nekem. Hát igen, szóval, hogy ez megint egy csomó embert megöltek benne sajnos, de nagyon jó az a sorozat. Úristen. Én meg meghallgattam tegnap az új himnuszunkat. Hallottátok már? Nem. 90 másodperces. Gyakorlatilag ez az, ami a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásainak megfelel. A Magyar Olimpiai Bizottság megrendelésére készítette a MÁV szimfonikus zenekar. És egész jó lett. De érdekes. Az olimpiával kapcsolatos ünnepségekre, meg az olimpiára készült. De ez a klasszik himnusznak egy feldolgozása? Ez olyannyira klasszik, igen, egy picit gyorsabb, olyannyira klasszik, hogy ez az 1844-es Erkel féle himnusz. Aha. Tehát, hogy meghallgathatjuk azt, hogy milyennek szánta eredetileg a mester. Uh-huh. Mert hogy ugyanabból a kottából, partitúrából készült, így van 90 másodperces. Ami picit fura benne, az, hogy az elején is, meg így a vége felé is van egy kis harangozás, azt nem értettem, rögtön az órámra néztem, hogy már délben. Tehát olyan fura volt, de egyébként picit tempósabb, picit lendületesebb, nem olyan pusongós, mint amilyen. És nincs benne valami 2013-as csavart, egy scratch-elnek a közepén egyet, vagy valami modernizáljuk? Az nem. Nagyon hagyományőrző, nagyon tradicionális, mondom, visszatérés a gyökerekhez. Érdekes. De miért kellett újat írni? Vannak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak ilyen elvárásai a nemzeti himnuszokkal kapcsolatban, hogy rövidség, tömörség, tempó, stb., meg hogy 90 másodpercbe bele kell férnie. Hát ez megőrülök ezektől a szabályzásoktól, de komolyan mondom. Na, majd hét után belehallgatunk, de... Mondjuk mi ebből most jól jöttünk ki, mert mondom, gyakorlatilag visszatértünk az eredeti verzióhoz. Aha. Na, belehallgatunk. Álva hallgattad meg.
Állva. Feri, hogy kérdezhetsz? Jó, csak kérdezhetsz. Semmi. Ha persze, hogy állva, de a gyereket is felköltettem, és a feleség hajnal 2 volt. Felhúzta a lobogót. Nem? Zászlófelvonás, leengedés. Alakuló. Igen. De nekem tetszik egyébként a végeredmény. Hogy jó lett? Jó lett. Megmondom, nem ez a mindenki által ismert, nyilván is megszokott, picit ilyen búsulósabb, lassabb, kicsit ilyen, hogy hívják, borongosabb hangulatú Trianon utáni himnuszról beszélünk, hanem az eredeti 1844-es Erkelféléről. Hát én ezeket sose értem, hogy miért kell uniformizálni a himnuszokat, érted? Én értem, hogy nem ez lesz az eredeti himnuszunk, tehát megtarthatjuk, de hogy miért gondolja azt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy ők megszabhatják, hogy milyen országnak milyen himnusza legyen. Ennyi másodperc, ne legyenek benne csöndek, tempós legyen, ilyen. Annak az országnak van egy himnusza, nem? Azt az ország azt így szereti, így énekli, ezt akarja hallani. Biztos megnézték a közvetítésnek a kimutatását, az olimpiai közvetítésnek, és amikor himnusz ment, akkor mindig elkapcsoltak az emberek. Tudod, és azt gondolták, hogy egy jó tempójú himnusz alatt azt is át lehet ütni. Csúcsokat lehet még ott, nem? Na le, biztos, persze, nyilván, mindig az üzlet van benne, persze. Talán meg a magyar gyorsan. Bizony. Na, kíváncsi vagyok, tényleg kíváncsi vagyok, meghallgatjuk majd. Mi volt múlt hét kedden? Azt írta valaki, hogy Kassa Tibi miatt kaptátok a bort. Múlt hét kedden. Ja, igen, mert hogy a Tibivel hergeltek, valami Tibi koncerttel hergeltek valamilyen... Jaj, tudom! Valamilyen kis meccsen, és akkor állítólag azt mondták, hogy azért győzött a hazai csapat, mert hogy a Tibi előtte nagyon jó hangulatot csinált egy kis koncerttel. Hát ez valami kis, tehát az azért nem egy válogatott mérkőzés volt. Ja, csak maradt még Magyar Labdarúgó Szövetséges boros. Ez a Pest megyei labdarúgó szövetség. Pest megyei? Persze. Akkor köszönjük nem szépen. A nagy, hanem egy picit kisebb. Jaha. Úgyhogy, és amiatt kaphattuk valószínűleg. Nagyon. Úgyhogy nagyon felhergelt őket a koncert. Eddára számította. Igen, amit a Pataki jött. Bali, köszi a following ajánlást. 2 délután alatt kiakasztottam. Azért az egy rész egy órás is van benne, nem tudom, 10 rész, vagy nem tudom mennyi. Azért az kemény. Rá lehet cuppanni. Rettenetesen. Én most a hétvégén tartottam megint egy Spartacus maratont, ilyen félötös lefekvéssel. A Spartacus nagyon durván jó. Hát azért, te tudod, amikor még van hátra még 3 rész, de tudod, már szemedet alig tudod nyitva tartani, és már kint látod az ablakon keresztül, hogy már deren kint, és még mindig, és kezed odanyúl a távjelentőhoz, mint egy robot, és elindítja a következő részt, és nézed. Tudom, kölnek, szexelnek, nagyon durva. Igen. Jani, Walking Dead, október 14, 4. évad. Vicces, be van írva a naptárba, de azért köszönöm szépen, hogy szóltam. Igen, és azoknak, akik esetleg még új sorozatra vágynak, már hogy nem új, de hogy most indul a 2. évad, illetve nem, 3. évad indul most, a Homelandből lassan, úgyhogy tessék megnézni az első 2-t. Tehát minőségi sorozatokat hozunk. Lehetne egy rovatunk, ahol ezekről beszélünk, nem? Ilyen, hát, tényleg sok minőségi dolgokat hozunk. Tehát olyan nagyon sokszor nem nyúlunk mellé, és nem ajánlunk rosszat. Egy ilyen sorozat ajánló. Megdöbbentően jó sorozatok vannak. Tényleg jókat mondunk American szerintem. American Horror Story 2. évad. Azt még nem nézem. Ez ennyi időm sajnos ezek nincs. Ezek mennek valahol magyar csatornákon? Volt például a Followingot, ezt adta az RTL. 2-1 valamelyik. Igen, azért van leszinkronizálva a legnagyobb bánatomra, és nem tudom úgy leszedni, hogy ne legyen leszinkronizálva. mindenhol Kerekes József a gyilkos. De hogy... Igen. Sokat. Most 1-2 hónap alatt idejönnek a sorozatok. Tehát nem úgy van, mint régi, hogy vársz 2 évet, hanem itt megjön a sorozat Amerikában. Október, sőt, is 1-2 hónap, rá 2 hétre lehet, hogy az RTL, az EXN-en, vagy valahol premierje van. Tehát ez most már nagyon flottul megy, sőt, vannak világpremierek, tehát hogy nincs már ez az éves elmaradás, tudod, hogy mit tudom én, lement a 24 Jack Bauerrel első, és mondjuk 2 év múlva megnéztük, hogy a kisváros után berakva, éjjel 11-re eldugva, tehát most már azért ez flottabb. Azt ugyanakkor nem értem, hogy a kisebb csatornáknál van egy ilyen nagyon fura bevett gyakorlat, hogy egy hétvég alatt ledarálnak egy teljes évadot, mondjuk pont egy sorozatból. De nem, odaülsz és néz. Azt még nem láttam. Mert hogy ott van például a Vikingek, amit nagyon-nagyon gyorsan így az egyik csatorna műsor eltűzte, és aztán így hús, így gyorsan az egészet. Aha. Le is tolták, hogy miért nem ültetik oda így, mit tudom én.
az embereket. Ha lehet, hogy nem jött be. Kétszer. Tehát nem jött valószínűleg be. Nem jött be, persze. És akkor gyorsan nem le csinálnak. Akarják dalálni. Nem, nem. Ja, hogy nem, így volt. Nem, nem, nem így, is úgy kezdődött, hogy így volt, így van. Ez ilyen hétvégés történet volt, direkt így volt belőle. Nagyon fura, mert az is egy minőségi sorozat. Azt nem tudom. Na mindegy, szóval jön a Homeland 3, és az első két részt, azt ha még valaki akarja nézni a harmadikat, pótolja be, mert az, hát az is elég meleg. Oké, okay, játék, ami a helyzet? Tegnap vesztettél, ha jól emlékszem. Ja, tényleg, úgy indítottunk, hogy... Fekete kereskedelem. A fekete kereskedelem, megállapítottuk, igen, hogy mindegy, hogy most milyen helyesírási szabály, vagy hogy mi megadtuk. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Fél hét múlt egy perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 1-0-ra mennek a hallgatók. Tegnap, igen, fekete kereskedelem, ugye ez volt a tiltott szó, amit sikerült kimondani, úgyhogy megnézzük ma, kivel játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Attila, hello. Szia. Attila, honnan jössz minket? Salgótarján. Salgótarján, Salgótarján. Hajrá, hajrá, Salgótarján. Úgy legyen. Mi volt? Irigy Hornaimirigy. Irigy Hornaimirigy. Emlékszem, én is hallgattuk sokat. Attila, mi újság veled? Hát minden oké, és dolgozunk éppen. Dolgozunk. Kolléga szurkol az irodából, aztán... És jó a csapat Karancsalján? Legjobb. De az jó. Mit dolgoztok, mit csináltunk? A játszóterekhez gyártunk gumilapokat. Gyerek kiesik a hintából, ne üsse meg. Az jó, az a fekete színű, igen. Vagy ilyen, vagy piros gumilap. Igen, gumiörleményből. Aha. Az nagyon jó. Van zöld, fekete, vörös, egyéni kérdés. Teljesen rendben. Az ilyen újra felhasznált anyag? Úgy van, igen. És ez miből van, ilyen gumiabroncsokból, meg ilyenekből? Igen, igen, nagyon eltaláltad. Igazából ezt neked kéne mondani, mert nagyon. Na jó, kivel szeretne játszani, Attila? Jánossal. Na, Jánossal. Nem rossz jó. Választás. Sőt. Nem rossz, nem rossz, nem rossz választás. Indítjuk az órát, jó? Figyelj, Attila. 3, 2, 1, és tessék. Szeretnél kérdezni? Igazából kérdezte János. Szoktál feljárni a Salgóvárhoz? Szoktam. Az egyik kedvenc ilyen turista helyem, mivel én szoktál túrázni? Úgy van, szeretek túrázni. Én viszonylag rövid ideje élek itt Salgóterrenben. Hol értek korábban? Én Mátészalkán. Mátészalkán? Úgy van. Jó messzire kerültél. Miért? Családi okokból? Családi okokból. Vagy itt volt meló? Ide nősültem. Mikor nősültél? Meg Salgótarjáni leánytót, aztán összejöttünk tavaly július 29-én. Gratulálok, gyerek van már? Még nincsen. Még nincs, de tervezitek? Mindenféleképpen szeretném gyereket, nagy családot. Vége az időnek, de várjál, várjál, megjött Sólyom szem. Itt mond. Van, azt mondtad, Attila, ne arra, hogy nem régen. Hoppá! Hoppá, hoppá! Hoppá! Egy-egy! Álljál csak meg! Hoppá! Álljál csak meg! Ácsi! Ájj, 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 ájj! Figyelj, láttad volna az üvegből, hogy már... Ne! Ez úgy átsiklott rajtam. Igen. Mondjuk azért, mert újságot olvastam, nem? Igen, csak azért nem tudod kirolni az Anna, mert befelé nyílik az ajtó, és kifelé toltam. Figyelj, a helyzet az, hogy Janinak szól a tap. Szép volt, Jani! Köszi! Jó, nem. Jó volt a sztori. Belemelegettem, bele. Ja. Sajnos én is. Hát figyelj, nincs ajándékcsomag, viszont itt voltunk, játszottunk, elbúcsúzunk. Jó? Ez a lényeg, minden jót nektek. Köszi, ciao. Szia, szép napot. Szép napot, ciao. Hello. Szép volt, Jani. Köszi. Helyrehozta a tegnapi baklövésemet. Így már egy-egy van. Sokkal, sokkal kiegyensúlyozottabb a dolog. 5 perc, ha pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 4:08 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megy, meg kellett volna állnia, megy. Aha, igen, várjál.
Most jó, most megállt. Közlekedési híreink vannak, egészen frissek, melegek, gyorsan jöttek, és fontosak. Az 61-es úton tiszta jól lehet haladni. Na. Ez szuper. Hm. Jó utat kívánunk mindenkinek. Szelektíves Csapi üzente ezt nekünk. És azt nem is olyan sok közlekedés ez ám egyébként. Mi van? Többre számítottál ezzel a kedreggelen? Többre, egy picit. M3-as Gyöngyös és Budapest között jól járható. Másik irányban mérnek a 33-as kilométernél a 100-as táblánál, üzeni Szabina. Rengeteg megoldás a... Már rakom a helyére őket. A kérdésekre, igen. És tulajdonképpen ennyi. Na, viszont telik az idő, ketyeg az idő, és ugye nagyon fontos, hogy jövő héten, ezen a héten pénteken valakit szeretnénk boldog autó tulajdonossá tenni. Ha jövő héten is szeretnénk, akkor már nem tudunk. Már csak máshogy. Igen, minden héten szeretnénk valakit boldog autó tulajdonossá tenni. Most valaki autó tulajdonos lehet. Nagyon keveset, nagyon minimálisat kell ehhez tenni. Egy kicsit próbára tenni a szerencsét, és megnyerni egy közel 5 millió forint értékű kis... hát már majdnem mondhatni terepjárót. Hát ezt arra fejlesztettem ki konkrétan ezt a fajta modellt. Úgy hívják, hogy crossover, hogy nem az a nagy kerekű, nagyon magas, ami ilyen nagyon kocka, hogy tényleg arra való, hogy kimész és vadászol vele, hanem azért lehessen vele városban szuperül közlekedni, de ha mondjuk te kimész a hétvégi telkedre, vagy kimentek tényleg kirándulni, akkor ez bírja. Elférjetek benne, meg lehessen pakolni, és még a kisebb terepakadályokon is simán egyébként át lehessen vele haladni. Egy-két ízelítőt ebből az autóból. Na figyeljük! Mi van ebben az autóban? Megkérjetek olyat, amit nem tudok megtenni, mert a műsoridő is rövid hozzá, hogy felsoroljam, hogy mi minden van ebben az autóban, mert egészen megdöbbentő. Egyébként ezt tudni kell... Fapadot kapunk? Nem. Feri, ki most ki, hogy kapnánk ki már fapadot? Hát csak rá, csak kérdezem. Tényleg pofon lesz. Csak kihúzom a gyufát. Mint a múltkor. Akkor is nagyon elpopsiz. Na, négyféle különböző felszereltségi kategória van ebben a kis típusban, és ekközül a harmadikba tartozik. Van LS, LS Plus és LT. Na most az LT gyakorlatilag az LS-nek meg az LS Plusnak, sőt, ugye a saját kategórián belül még egy csomó más extra felszerelt változatát is takarja. Figyeld, csak így néhány ízelítőn. Figyelj, ezt nem értem. SCHSTC, tankcsapda, nyilván. Tempomat, sebességhatárolóval. Van benne elektromos első ablak, hátsó ablak, fűtött külső tükrök, síkban előre dönthető első utasülés, amitől 230 cm hosszú lesz egyébként. Aztán mélységben és magasságban is állítható kormány. Van benne egy olyan kis érintő képernyős LCD 17 colos gyönyörűség, ilyen kis belső beépített navigáció, hogy ihajtsú, hogy dinom, dánom, MP3-mal USB csatlakozva, amit akartok. Van benne lejtmenet vezérlő, 16 colos könnyűfém keréktárcsa, bőrkormánykerék, vezetőkartámasz, automata ablakmozgatása, szóval, vezetőoldal. Figyeljetek! És csak így mondanád, de erre nincs időnk, sajnos. Meg egyébként tényleg, hogyha valaki fölmegy a Chevrolet-nek a honlapjára, ott olyan szépen megúsztálatja ezt a kis autót, hogy hihetetlen, de mindenképpen készítse maga elé az asztalra papírtörök között, hogy ne az asztalra csorogjon majd a nyál. Igen, az ásástól se kell megijedni igazából. Nem arról van szó, hogy itt most 6 órakor el kell kezdeni, és 10 óráig izzadva, görnyedve, de nem tudom, ki kell ásni bennünket. Persze ki kell, de hogy sokan lesztek, 8-10-12 ember fog ásni, 12 potenciális autótulajdonos. Ugye? Azok közül pedig valaki autótulajdonos lesz. Mit kell ezt csinálni? Bemenni valamelyik Chevy kereskedésbe, és regisztrálni, vagyis jelentkezni tulajdonképpen a játékra. Ez a regisztráció az azért kell nekünk, hogy utána a regisztráltak közül tudjunk visszahívni valakit, aki jöhet majd velünk pénteken, ugye a Ferdinánd híd lábához ásni. Egyébként oda bárki kijöhet. Bárki. Tehát meg tudtok bennünket nézni, lehet jönni egészen nyugodtan, és megnézni, hogy a szerencsések, akik közül valaki ugye pénteken autótulajdonos lesz, hogy ássák ki az autót, magát és a Morning Show stúdiót. De nem kell itt azért arra gondolni, hogy izzadva, izomlásztól szenvedve, nem tudom, 4 órán keresztül folyamatos fizikai munka, tehát nem erről van szó. Szóval kell azért tenni, érted? Ez egy csapatmunka, le lehet osztani, le lehet pihenni. Nem kell robbantani, csákányozni, nem kell beleszakadni ebbe a dologba, senki sem fog sérvet kapni. És lesz segítség is. Ezt akartam kérdezni, nem lesz kis segítőkártya? Ha ezt kihúzod, akkor de, lesz segítőkártya. 30 perc bobcat. Ez bobcat, ha elvettük akadó. Úgyhogy nagyon jó mulatság lesz. Nagyon
nagyon, nagyon jó lesz pénteken, és nagyon fogjuk szeretni mi is, meg azok is, akik elmennek regisztrálni, és esetleg kisorsoljuk őket. Az a 10 ember, aki ásni fog, semmiképpen nem megy haza üres kézzel, mindannyian kapnak valamit, a Chevrolet eleve garantált ajándékokat biztosít a számukra, egy valaki természetesen megnyeri az autót, de még ezen kívül is lesznek elrejtve ilyen kis ládikok, és minden ládikóban lesz valami kis ajándékocska, például 50 000 forint értékű ajándékutalványok. Bizony. Tehát ha valaki nem lesz autótulajdonos, de megtalál egy ládát, akkor, akkor az is boldog lesz. Úgyhogy tessék szólni a családnak, bemenni, regisztrálni. Hát tényleg ma már azért nem lehet csak így egy autót nyerni. Nem? Sőt, hát azért itt a válság kellős közepén nagyon sokan nem dobálják az embert autókkal. Hát így van, és ez egy cirka 5 gurigás autó, azért az nem gyenge. Egy kisásásért, meg egy regisztrálásért, hát, meg főleg nem regisztrálásért. Gyenge. Tényleg beküldesz mindenkit, minél többen beregisztráltok, te egyedül tudsz menni, de a család tud menni, az ország számos pontján van Chevy kereskedés. Úgyhogy hajrá, pénteken van az ásás, lehet menni egészen szerda éjfélig, nyugodtan. Én jó? Korábban is éreztem már sokszor azt, hogy de jó lenne egy nap erejéig nem ide tartozni, meg nem műsorvezetőnek lenni, de most aztán végképp így érzem, hogy tök jó lenne benerezni erre a kis autóra. Úgyhogy összehasonlítottam így fejbe a milyenkel, ami nem egy rossz autócska, de azért ennek a felszereltsége, meg ez a minőség, meg azt nem szabad elfelejteni, hogy a Chevrolet volt az, aki magát a kategóriát is, a SUV-ot kitalálta. Tehát, hogy ők olyan szintes specialisták, hogy így meg lehet bennük bízni, amit ők garantálnak, az a minőség. Milyen a szerződésünk? Családtag nem játszhat? Mert akkor viszont... Nem tudom, nekünk, hogy... Nekünk! Most eltűnő. Nem. Játszani játszhat, amikor majd odajön. Hát most a Mónika átközöd, egy szia, felvesz valami sapkát. De azt nem lehetne, hogy most így a holnapi nap erejéig kirúgnátok, hogy a szerződésemet függesztetek fel, már aztán is a jövő héten hétfőn meggondoljátok magatokat, és visszavesztek érdemét. Boldog autótulajdonos, Baró János, nagyon örülök. Nem olyan régen, még én is itt dolgoztam, de most a nyertesek sorát erősítem. Igen, Baró János, köszönhetjük a nyertesek között, igen. Na, a lényeg tehát, hogy Jani álmodott egy csomó extrát, ebből a felét ő neki fogalma nincs, hogy tényleg mi az, de elmondta. És ez tök jó. Őszinte megmondom, tényleg nincs. Igen, talán még a tempomatot meg tudná határozni két kifejezett, bővített mondatban, hogy ez miről szól. Tudod mi a tempomat? Hogy? Mi a tempomat, azt tudod? Mit csinál a tempomat, azt tudod? Benyomod a tempomat gombot, és de akkor... De tényleg érdekel. Hát akkor egy bizonyos sebességre beáll az autó, és folyamatosan azt produkálja. Ennyi. Hát látod, hogy te vagy a mitfárerek gyöngye ebben az országban. Kérdezni, ha utálod. Igen. Milyen jó a gumiszőnyeg a láb alatt? A gumiszőnyeg? De semmire. Ja, tényleg. De csak elkezdtél rajta gondolkodni, hogy a gumiszőnyeg? Gumiszőnyeg? Hát, mire jó? Kevesebb sár lesz benne. Igen. Mire jó a felező? Az nincs benne. Mire jó az AB-je? A felező? Várjál. A felező az a honfoglalóban az egyik opció. ABS, az megvan? ABS. Az ABS, ABS, az a, vagy ABS, ABS blokkolásgátló. Ez a blokkolásgátló, igen. Mit segít az? Például azt, hogy amikor... nem blokkol le. Nem blokkol a kerék. Nem blokkol a kerék, így van. Tehát nem csúszik, hanem folyamatosan nem szépen csúszik. Szépen folyamatosan lassít le. Forogni hagyja, tehát szakaszonként fékez, igen, és nem, nincs kerékcsúszás, gumicsúszás, hanem ugye folyamatosan forog a kerék, szépen lassul. Nem csúszik, ACS. Nem blokkolja, nem tudja blokkolni. Az a lényeg. ACS? Másra jó, mint a ESP. Na, ESP, tessék! Ugye, vannak azért itt érdekesek. Jó, a lényeg, hogy ez az autó meg lehet. Gyönyörű szép autó, ma egyébként 8 óra után Feri egy kicsit kimegy, beleül, beleszimatol, megautóztatja Janit, aki ott ül majd az anyósülésen, vagy hátul, vagy Jani megy vele egy kört, az mondjuk nem biztos, hogy jó. Miért? Múltkor is vezetett egy valami autót. Igen, tényleg megy már vele egy kicsit 8 után. Figyelj, megpróbáljuk itt az udvaron. Keri, kilincsel előre. Jó, mint egy ablak tisztított, mindenképpen vigyünk majd magunkkal, mert megint bekrémeztem a kezemet, és össze fogom taperolni a 7-szoros nagy felbontású színes érintőképernyőt, ezt megígérhetem. Hát csak jobb, ha összetaperolod a rosszabb, egy snitzerrel kivágod, és haza akarod vinni. Tehát az sokkal rosszabb. Na, és szóval van ezt lehet megnyerni. Van egy segítség? Egy plusz regisztráló hely ma is van, ugye, hogy nem csak a Chevy kereskedésekben, tegnap lehetett Székesfehérváron, ma pedig Szombathely, ez a Family Center parkolójában, vagy Family Center a Media Markt bejáratához közel. Ott van ez a Family Center, ezt nyilván a szombathelyek tudják, hogy mi, ott is lehet regisztrálni. Jó? Belökni nagyit, nagypapit, családot, bárkit. Tényleg, még van egy pár nap. Mi ez egy autóért? 5 millió forint ez az autó. Bizony. Hát hányan tennék azt meg, hogyha be tudnak menni, bemennek? Még lehet.
Utólag aztán azt mondja, hogy miért nem mentem, miért nem én nyertem, az úgy gyenge, nem? Pénteken van az ásás, oda is el lehet jönni a helyszíre egészen nyugodtan, és ott is lehet bennünket nézni majd, hogy ott történik maga a kiásás, mert ki lesz a szerencsés nyertes. Rengeteg sevi kereskedés van országszerte, tessék megnézni a Klassz FM honlapján, meg a Sevi honlapján, és valamelyikbe bemenni. Ha még kicsit utazni kell, az sem baj, nem? Hát, ennyit megér. Adjatok magatoknak egy esélyt tényleg. Igen. Szeretnénk, ha valaki olyanhoz kerülne, aki örül neki, aki boldog, és jó. Jani, a 17 colos érintőképernyős, ez egy picit nagy lenne a Chevrolet-ba, írja Tomi. Annyira lelkes vagyok. Igen, a 17 colos. Ugye, az, ugye az egy picit, az lehet, hogy az egy picit, igen. 7 colos egyébként. Igen, az a nappalimban van. Jani, ha az a kijelző 17 colos, akkor makkal kiásom. Na, viszont ha akkor ezt vállalja, akkor beszélünk a Chevy-vel, és akkor legyen ilyen speckó modell, ami a 17 colos. Igen, zseni, ahogy Jani sorolja a felszereltséget. Nyilván fogalma sincs, mi micsoda. De hogy sorolta? Az elektromos ablakemelőt, azt csak ismered, az a te oldaladon is van. Persze. A kuplunk penészvédőt, azt azért te is tudod, hogy mi a kuplunk penészvédő. Így van. Ocettel védekezzetek el. Megzavált a kuplunk penész. Na, meghallgatjuk ezt a himnuszt, csak kíváncsiságból, mert én még nem hallottam, és mindig rettegek, amikor olyat hallok, hogy valamihez hozzányúltak, aminek hagyománya van, évtizedes, évszázados hagyománya. Olyan, amilyen, hogy most szeretjük, vagy nem szeretjük, az egy dolog. De hogy olyan, amilyen. Nem? Ezt így kell szeretni. Ez nem nagyon illik hozzányúlni, vagy nem nagyon szoktak hozzányúlni. Ugye itt tempó problémák voltak, illetve nem problémák voltak, hanem hogy az volt a kérés, ugye? Az olimpiai bizottság fel kicsit tegyünk oda, tehát ne legyen az a lassú dolog, ami, ha belegondolsz, talán helyén való is, mert ott áll egy fiatalember, vagy egy csapat, nyakába teszik az aranyérmet. Iszonyatosan örülnek életük egyik legnagyobb pillanata. A világ, tehát a legfontosabb pillanat az életedben, a legszebb pillanat, ott állsz, és akkor... Igen, de hogy nekem, igen, nekem meg az a bajom, hogy miért nyúlnak hozzá? Tehát én értem, hogy gyorsnak kell lenni, meg értem, amit te mondasz, hogy lassú. Igen, hogy de ezt a himnusz, azt megírták valahogy. Azt megírta a Kölcsei, megírta az Erkel, megszerezte a zenéjét, levezényelte szépen, kitalálta, ez a himnusz. De nincs ebben semmi. Érted? Tehát, hogy ez... Igazából az van, hogy gyakorlatilag ez az eredeti verzióhoz jobban passzol, mint ahhoz, amit mi ismertünk, mert ez az 1844-eshez, ez az Erkel féléhez passzol. Eredetileg ilyennek álmodta meg. És hát ugye az Erkel Ferenc Társaságot kérték fel, hogy változtassanak ezen, és ők gyakorlatilag egy nagyon hagyománytisztelő, nagyon tradicionális változatot hoztak létre ebben a 90 másodperces verzióban, mert hogy az, amit mi ismerünk, már gyerekkorunk óta is betéve tudunk, és nagyon sokszor hallottuk már, az már a Trianon utáni himnusz. Tehát, hogy ott egy picit szomorkásabbra, így van, és ezért szomorkásabbra is vették az egésznek a hangulatát. Meg ugye egy olimpián, amikor eredményhirdetés van, akkor egy picit mindig fura volt, hogy mi még mindig ott állunk, mert hogy egyébként olyan általában 2-2,5 perces a mi himnuszunk, miközben mindenki másé meg 90 másodperces. És mindenki másé tempós, tehát nagyon kevés olyan himnusz van, ez egy magyar sajátosság, ami ilyen nagyon lassú. Nem tettek bele elektromos gitárt, nincs jó, benne. Jó, persze, nincs benne, nem tudom, DJ Spiggy Boy, tehát én nem ezért bánom, meg nem tudom, DJ, nem tudom, Dominik, tehát nem így csinálta. Lássam a kezeket. Igen, még több füstöt. Nem így, csak valami, amit megszoktunk, amit így szerettünk, ami most már azért évtizedek óta ilyen, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak ez nem tetszik. És ők hoznak egy olyan döntést, és akkor írassuk át velük. Érted? Nekem inkább ezzel van a bajom, hogy miért kell ezeket itt tényleg uniformizálni. Azt, hogy ennyibe be kell férnie, ez a himnusz, hát minden országnak kicsit a sajátja, annak van történelme, annak van története, nem? Tehát az van. Azt valahogy van, kitalálták. Hát az... Igen, csak 2013-ban vannak elvárások. Szerintem az a fontos, hogy minél többször halljuk ott, amikor a dobogón állnak az emberek. Persze, tudod, mi volt nekik a fontos, hogy rövid legyen. Aha. Mert a tényleg kutyát nem érnek, elkapcsolnak, profitot akarnak ebből, legyen jó rövid, gyorsan pörögjön le, kit érdekel már ez a himnusz, nem? Hát igen. Hogy engem sem érdekel, ha más ország himnusza szól. Erről van szó. A magyar himnusz kit érdekel? A magyarok. Na de ez mindig neked kedves az a himnusz, ez téged kell, hogy érdekeljen. És akkor épp ezért mondod, hogy ne alakítsák át. Hát mit tudom én, hát hagyják úgy, persze. Na mi, amelyek belehallgatok, kíváncsiok, hogy milyen lett. Ti meghallgattátok már, vagy hallottátok? Igen. Tetszik, vagy jó? Nekem tetszik, hogy van belé egy kis harangjáték, azzal én nem nagyon tudok mit kezdeni, mert hogy ilyen picit fura. Tehát, hogy az nekem nem annyira, de egyébként egész évben ki vagyok vele békülve.
A diadalmas percekre akartak emlékezni Nándor Ferenc. Bocsán, állalja, legyetek szívesen. Ja, tényleg. Csapatáj. Ezért van tempó. Most se vidámabb. Nem? Hát nem, de nem is az a dolog. Na, nincs vele baj. Nagyon. Nincs vele baj egyébként. Valaki ide kapcsol, az egy kicsit átalakult a rádió, nem? Ja, minden órát himnusszal köszöntünk, nem? Remélem mindenki félreállt és fölállhatatok az autó mellett. Nem itt volt régen a cinkányér, ez az együttés. Itt már nagyon érzem, hogy a nobból integetek, hogy tempó, tempó. Amit az a... kicsit pedig meghatódik azért, ha ezt hallja, nem? Szép. Ugye? Hogy igen, azért... Ugyan, nagyon hogy szép. Hogy... Meghagyták ezt a kis leúszós részt is. Aha, itt a harang. Igen, az elején is, meg a végén is. Nándor felérve. Jó, na nem rossz ez. Tehát én pillanatra, amikor ezt elolvastam, akkor megijedtem attól, hogy úristen, megint mi történt? Kicsit alá szkrecselték, gyorsították, valaki nagyon integetett, hogy gyere, elkapcsolnak. 87, gyere, 87. Bele kell férni, de nincs ezzel baj. Nem, meg egyébként az olimpiai játékokon és az olimpiai eseményeken fogják ezt a változatot. Így van, a többi sport világversenyre ajánlható. De nem kötelező, tehát ott használják a régit is. Egyébként a NOB úgy csinál, mintha valaha bármelyik országban, bármikor is, bármelyik zenekar egyszer, bárhogy is az igazi és az eredeti, ez minimálisan hasonló módon játszotta volna le. Egyébként igen. De nem? Tényleg. Tehát hányszor volt az, hogy a magyar himnuszt elszúrták? Hányszor történt az, hogy meghallgattad, és sportol, hogy fölnézett, megnézte a melegítőjét, mert az én magyar színű, ránézett a zenekarra, majd megpróbált becsatlakozni, de nem tudta énekelni, mert olyan értelmezhetetlenül rosszul játszották. Most mit harcoskodnak itt, hogy megszabják, hogy mennyi... A tobagójak felálltak, mert igen, a sajátjukra ismert. Játsszák itt az agyukat, megszabják, hogy mennyi idő legyen, meg milyen gyors legyen. Legyen inkább egy olyan zenekar, aki végig utazik velük, és az megtanulja normálisan lejátszani a himnuszt. Ahelyett, hogy aztán, hogy ennek most ennyibe bele kell férni. Nem tudják. Emlékeztek ilyen fontos esemény átadókra, amikor nem tudták lejátszani a himnuszt. És fogalmuk nem volt. Most meg itt arcoskodnak, hogy legyen ennyi, meg legyen annyi, mintha le tudnák játszani. Nem? Hát, menjen minden egyes olyan olimpiára, meg világversenyre velük a MÁV szimfonikus. Hát de tényleg, mert ők legalább tudod, szépen tudják lejátszani. Igen, ők szépen tudják lejátszani. Jó van, nem, nincs ezzel baj. Nekem hiányzik belőle az egy cintányérütés. Hát meg az üsdob. A közepéről. Tudod, fölvezeti az üsdob, és azt nem tudom, hogy láttatok-e már rendezett, tehát, hogy nagy zenekart játszani a himnuszt. Áll hátul a cintányéros, illetve ül. Elkezdik az üsdobon, vagy hogyha nem olyan nagy a zenekar, akkor csak kis pergőn, és látod, hogy emelkedik a csávó, és élete pillanat. Nem, könnyökkel megbökik. Megbökik fölé, élete pillanata. És ennyi az egész szerepe végig. És aztán az órájára néz, és megy a következő fellépésre. Igen. Balázs, mindenki csodálkozva néz, kiszálltam a kocsiból Hungárián, és vigyázba álltam. Sanyi. Ez Király Lindának még mindig erős lesz. Jaj, de szemetek vagytok, hogy ebben az országban tényleg senki nem hibázhat, mert egész életében azt kell hallani, vagy hallgatni. Egy kis beatbox az jó lett volna bele, írja valaki. Hát Emiliónak a szólunk, ő beleteszi, nem? Bizony, jó. Bármikor belerakja. Az meg vagy melyik. Csak aztán el kell költöznie majd az országot. Kedvenc viccem, hogy ki az a zenész, akinek a nevében a gázsia is benne van? Emilio. Emilio. Imádom. Emilio. A világon ez a legszebb, ez a lényeg egyébként, így van, írja nekünk egy hallgató. Oké, drága Morning Show hallgatók, nem elfelejteni, hogy tessék megrómozni a Chevy kereskedéseket, egy 5 millió forintos autót adnánk oda valakinek pénteken. A mai világban nem dobnak az ember után autót, nem vágják csak úgy oda, nagyon kevés helyen, sőt, szinte sehol nem lehet mostanság autót nyerni, itt a Morning Show-ban, itt a Klassz FM-en, igen. Chevy kereskedés, pénteken, szugerálni, rágondolni, meg lesz az autó. Van egy kérdésem még.
7 szolos Feri. 17 szolos plazma tévével az anyósülése. Ez tök fontos, most elviccelhetitek. Igen? Hogy ezt még föl, tehát hogy tényleg ezt föl kéne tenni az autóval kapcsolatosan, hogy amikor valaki... Próbálok, nagyon dolgozik az agytekervényem, hogy valaki megnyeri. Igen? Akkor neki kell lecsengetni még. Csengetni? Fizetni? Aha. Gempázni? Léptolni? Érted? Még akkor... Dellázni? Mert egy csomó rádiócsel megnyered, és akkor még érted. Oda kell pedig pörkölni. Egy büdös forint. Na ez az! Egy büdös forintot, senkinek semmit nem kell egy fizetni. Egy fél fabatkát se Feri. Nincs nyereményadó, megfizetjük, megfizeti a Sevi, senkinek semmilyen. Te bemész, átveszed az autót, belepukizol és kihajtasz. És a tiéd. Vagy elköveted azt a szertartást, amit régóta el akartál már egy új autónál, amivel birtokba veszed az autót. Senkinek nem kell fizetni. Semmit. Sőt, ha akarja, akkor még egy teli tankot is kap hozzá. Ez nincs benne, de ezt elintézem a Sevivel. Más nem megtankolom én. Mindig úgy adnak új autót, igen, ugye? Hogy egy liter, és a kút előtte már tolod. Nem? És izgulsz, hogy odaesz egy benzinkúthoz. Teletesszük neki. Jó? Ezt is megígérem, hogy teletankoljuk. Jó, te teleteszed a tankot, én lemosom a szélvédőket. Feri? Én meg kifizetlek. Én meg most odaadom. Most az 300-at. Most odaadom előre. Én meg megkérdezem, hogy kell-e hozzá még pénz, látod? Igen. De nem. Nem. Te veszel egy nagy levegőt, és elfújod abba a városba az autót, ahol a nyertes van. Vagy magadhoz szívod a nyertest a városban. Jó, de nyertes nélkül fújjam el, és akkor ő mehet BKV, vagy mit én, bávval. Vagy dugjál el a kárpit mögéből a kiváló pápusztaiból, amit nekem hoztál pár darab. Az jó. 7:30 pontosan 2 perccel Óven bácsival és Beru nénével jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Ferihegyi úton kifelé mérnek, úgyhogy ott mindenki menjen lassan. És a Gyömrői úton a felső Csatári út közelében szintén mindkét irányba mérnek. Mindenki lassítson. Trafi az M3-ason Budapest felé a 185-ös kilométernél, és a Mikepércsi úton dugó van a Molkútig. Ez egyébként Debrecen. Csak mondom egyébként, hogy Debrecenben is van a Chevrolet márka kereskedés. Hogy egészen pontosan hol lehet regisztrálni, adunk még egy kis segítséget, mindenki menjen fel a Chevrolet oldalára, jó.hu, tehát hogy ez ennyire bonyolult, és ott meg tudjátok nézni, hogy melyik városban hol lehet regisztrálni, vagy hol van a hozzátok legközelebb eső város, ahol be tudtok menni. Nagy a hajrá, sokan mennek, megrohamozzák a kereskedéseket, de nem szabad azt gondolni, hogy azért nem megyek, mert hát úgyis sokan lesznek, nem én nyerek. Ez nem helyes gondolkodás. Szoktam volt mondani, minden fejben dől el, az nyeri ezt az autót, aki a leginkább akarja. És a leginkább tesz érte. Jani. Tessék. Ja, mondhatok valamit, bocsánat, nem figyeltem, mert éppen a Trex leginnovatívabb részével ismerkedem, a MyLink érintőképenyős menürendszerrel, amivel, nem tudom, tudtátok-e, akár egyszerre 5 okos telefonnal is össze lehet kapcsolódni, az androidosok vezeték nélkül, ti meg kábellel. Ez a legjobb az egészben. Ezt a kocsit, mintha nekünk találták most volna. Tényleg, megint arra arcoskodsz. Nem tudom, hallod, de hogy a legújabb kiadásban, ami nekünk lesz, egy olyan mozgásérzékelő csíp van benne. Az 5S-ben. Csak mondom. Te zsebedbe vagy, akkor a telefon érzékeli, hogy te nem mozgatod a telefont, és nem tölti le az e-mailjeidet. Ez kinek kell, ilyen mozgásszegény életmódot élőknek? Nem. Jelzi, hogy mozgásban vagy végre valahol. Nem. Amikor te riadtan nézel majd a nap végén körül, hogy hol van egy aksi, meg egy töltő, mert töltenéd magad, mi az erő jó oldalán, a nyerő oldalon, azt mondjuk, hogy mivel nem nyúltam egész nap a telefonomhoz, nem töltött el az e-maileket, és nem fogyasztotta az akkumulátort, mert azok ott kint mozgásérzékelő csipet raktak bele. Érted? Mi meg jó aksit. Te. Az új lenyomat rendszeren nagyon nem értek egyet. Tehát, jó az azért. Igaz, két nap alatt feltörték német hekkerek. Figyelj, mindent feltörnek. Én igazából azt gondolom, hogy én mindig nagyon az összeesküvés elméleteket figyelem, meg hiszek benne, meg azt gondolom, hogy követem és nézem. Legyen szó chemtrailről, amiről nem sokára majd beszélek. Ma lesz? Ma nem lesz chemtrail, de akarok egy mondatot is a chemtrailről mondani. Most gondold el, hogyha például az NSA azt mondja, a néhai Steve Jobsnak, neki már nem, de mondjuk az iPhone-nak, vagy az Apple-nek, hogy tegyetek bele egy új lenyomat, leolvasót. Mi történik? Önként dalolva
több millió ember adja oda a világon az új lenyomatát. Uh-huh. Egy olyan cégnek, akinél aztán teljesen egyértelmű, hogy a nagy különböző amerikai titkosszolgálati szervezetek, azok rálátásuk van, betekintésük van, joguk van belenézni. Érted? Hogy ez már a végkezdete, amikor így viszik az embereket sorba, mindenki lehajtja a fejét, és azt mondja, hogy igen, vágjátok le, odaadok mindent. Nézzétek az utcán, nézzétek az otthonomban, nézzétek az e-mailjeimet, nézzétek a levelemet, töltsétek le az új lenyomatomat, tudjátok, hogy ez az én új lenyomatom. És persze itt nem arról van szó, hogy, hogy az se jó, hogyha nem csinálok semmi rosszat, nincs mitől félnem. Minden, minden arról szól, hogy adatot gyűjtenek, és egyre több adat legyen rólad. És most már ott az új lenyomatod. És egy év múlva be fogjátok ki is építeni, egy év múlva be fogja. De ezek olyan... már előre láttuk az S4-ben, ezért nincsen. Ezek olyan újítások, amiket majd a különböző telefonos cégek átvesznek, és szépen már teljesen egyértelmű lesz, hogy új lenyomat szkenner, új lenyomat leolvasó. De most ezt ki fogja, ki lehet ezt adni? Mindent kiadnak. Hát nézik a Twittert, nézik a Facebookot, néznek minden, nézik az e-mailjeidet, feltörik a Gmailedet, mindenről tudnak. Hát persze, hogy begyűjt majd az új lenyomatokat. Hát mennyire jó, nem? Nekik legalábbis. Na mondjuk, na most ha például be akarsz utazni az Egyesült Államokba, és van egy ilyen telefonod, akkor téged ma előre tudnak ellenőrizni? Vagy mi? Vagy állítólag... Föl venni a nevedben készpénzt? Vagy... Állítólag csak a telefon tárolja majd ezt az új lenyomatot. Aha, na de hát ha már azt tárolja... Ugyan már, dehogy is. Érted? Aha. Szóval, hogy azért ez ugyanakkor nagyon jó, meg nagyon modern, de rettenetesen ijesztő is. És persze, ha nem csinálsz rosszat, akkor vigyék a te új lenyomatodat. De mi van, ha a te új lenyomatoddal visszaélnek? Mi van akkor, ha mondjuk ez a szkenner, ez leveszi a te új lenyomatodat, és mondjuk nem találják meg az adott gyilkos, de a rendőrségnek mondjuk valakit azonnal oda kell tenni a helyszínre, vagy azt kell mondani, hogy nekünk bizonyíték kellenek, és visszaélnek a te új lenyomatoddal. Tehát itt sosem arról van szó, hogy ha te nem csinálsz semmi rosszat, nem kell félned. Hanem mind a te egyre több és több személyes adatod akár visszaélésre is adhat okot. És belekeverhetnek olyan dologba, amiben te egyébként nem voltál ott. Mert ha te az új lenyomadatodat tudják, akkor utána azt elő tudják állítani, azt elő tudták állítani, azt rá tudják nyomni valamire. És abban a pillanatban, hogy rányomták valamire, abban már a pillanatban te már potenciális elkövető lehetsz. És te mit csinálsz? Odaadod ezeknek a szervezeteknek a te saját új lenyomatodat. Szóval, hogy ebben ez a durva. És ezért nem lesz soha a büdös életben nekem ennél újabb telefonom. Rohadjak meg. És ezt nem. Nem, én azt mondtam, hogy ezt nem. 001-esemet, hogy mi volt az. Figyelj, így is mindenbe belelátnak. Tehát így is látjuk, hogy milyen oldalakat néz, ha akarnak és figyelnek. De hogy amikor egy bírósági tárgyalásnál sorsdöntő az, hogy például kinek van az új lenyomata egy fegyveren, és ez az új lenyomatok amerikaiak 10 milliói adják oda dalolva, és mondják ezt egyébként az NSZ-nek, hogy itt van, vedd el, ez az én új lenyomatom, használd, évele vissza, birtokolt, használd fel. Érted? Csinálj velem, amit akarsz. És úgy adjuk oda, hogy szinte mi kérjük, hogy odaadhassuk, mert de jó, meg tudom védeni a kis telefonomat, ez rémisztő, ha belegondoltok. És azért ne legyünk naívak, ne gondoljuk azt, hogy ezek a szervek egyébként nem csapnak azonnal egy ilyen kezdeményezésre, és nem mondják azt az Apple-nek, akinek egyébként is brutális jogokat élveznek, brutális dolgokra lát rá az Amerikai Egyesült Államokba, hogy add ki. És akkor add ki. Adunk valamit. És van 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 milliónyi új lenyomatuk a rendszerben. Ártatlan egyébként semmi más, mint a telefonokat használó emberekről. Mondjuk ettől még lehet új telefonod, mert nem feltétlenül kell használod ezt a... Vagy nem használod, igen. Igen, én nem fogtam még a testet, nem tudom, hogy milyen, tudom, hogy feltörhető, meg tudom, hogy a homgomra van rászerelve, de hogy ez nagyon-nagyon ijesztő szerintem. Ez nagyon-nagyon ijesztő. De nem tudom, figyelted a Ferének az előbb a Freudi elszólását. So, úgy akart kezdeni, hogy szó, de mégis úgy kezdte, hogy szám. És mi csoda, vagy mi? Jaj, szám. Mondtam, hogy előveszem a régi Sony Ericsson 001-es, amely szaz. Működik az átformálás. Érzem, benned is ott van. És a jó. És hiába persze itt írják, hogy például az USA-ba utazol, leveszik az új lenyomatodat, rendben van, persze. De nagyon sokan nem utaznak az USA-ba, nagyon sokan nem akarnak oda menni, de mégis lehet, hogy használják majd ezen új telefonokat, és az ő új lenyomatuk is meg lesz. Meg például az amerikai állampolgár. Hát azért ez szerintem való ijesztő. Érted, és akkor az övé is meg lesz ott. Hát kemény. Az meg a másik, hogy az amerikai állampolgárnak nem kell beutazni. Na mindegy, résen kell lenni, viszont tegnap fotóztam chemtrail csikokat. Jézusom.
Nem azt mondtad, hogy ma nem lesz, mert de ha nem, holnap de. Lesz, akkor pont nem érünk rá a Janival bejönni reggel. Nem. Vannak már jó textil fehérítők, amik eltüntetik őket. Figyelj, az a durva, hogy mióta rákattantam erre a kentrére, azóta folyamatosan bámulom az eget, és tényleg olyan csíkok vannak fölöttünk, ami nem volt 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Ez a horizontól horizontig átívelő, 10-20-30 perc után is felfedezhető, nem megy sehova, nem semmisül meg, nem kicsapódó páráról van szó, nem tűnik el. Tegnap, ha valaki felnézett az égre, én délután 5 óra, 6 órakor, akkor párhuzamos, hosszú, horizontól horizontig tartó kondenszcsíkszerű csíkok voltak az égen. Nem volt 10 éve, nem volt 5 éve. Úgyhogy egyelőre csak nézzétek. Jó, csak nézzétek meg, őket. Hogy keressetek meg egy párat, és akkor utána majd még ezen a héten ígérem, hogy erről szó lesz. Jó? Aha. Ha tiszta az idő, de én nézzetek föl, meg fog látni, ez nem ugyanaz. Már mások a csíkok? Igen, pirosak, hülye. Hogy mások? Mi az, hogy mások? Nem. Hosszabbak, egy idő után vastagabbak, szétszóródnak, ilyen felhőszerűek lesznek, horizontól horizontig tartanak, több kilométer hosszúak. Tudod, milyen egy klasszikus kondenszcsík? Ja. Megy a repülő, húzza a pára, kicsapódik szépen, elmegy. De hogy ezek nem ilyenek. Nem ilyen fehér por alakú volt az asztalon? De olyan volt, ami egy Roventa 1300-at, és azt mondta, ezt a kemtrét csíkot az iskoláját! Felszívom még ezt a két csíkot az égről! Nem kéne már elhozni a gyereket az olyba! De ez volt, igen, ez történt. Lefotóztam. Tehát mit nektek? Mit nektek ezek? Igazából. 10 évvel ezelőtt nem volt még Szolijom. Airways, biztos. Biztos az ő egyik repülőgépük volt, az egyik hosszú távú. Na jó, mindegy, oké, a lényeg, hogy nézzetek az égre, és figyeljétek, jó? És ezen a héten beszélünk róla. Na, viszont most megnézzük, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mind dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Üdvettek! Szia! Hello! Tibi! Igen. Hello, Tibi! Jó reggel, Tibi, honnan jössz minket? Debrecenből. Debrecen, voltál regisztrálni? Nem voltam még. Mert pénteken nem tudok elmenni. Ja, hogy péntek, és nincs olyan családtagod, nincs olyan ismerősöd, nincs olyan barátod, akit el tudsz küldeni, akivel azt mondja, hogy figyelj, menj be, hát ha te leszel, elosztjuk, elfelezzük, tiéd az első kerék, mit tudom, hogy nincs senki, akit be tudnál küldeni. Majd keresünk valakit. Ez a baj a magyarra, hogy kis hitű, nem? Úgy se én nyerek, úgy se enyém lesz, szép autó, Jani is olyan jókat mondod, de annyian vagyunk, nem én nyerem meg. Ez az alapvető gondolkodás. És Balázsok értették is, amit mondtak. Igen, amit Jani sorolt. Nem tetszik ez a hozzáállás, Tibi. Hát, sajnos dolgoznom kell. Majd megpróbálom megbeszélni a főnökeimmel. Valakivel beszéld meg, vagy legalább, figyelj, menj be! Add meg az esélyt. Aztán, ha kihúzunk és te nyersz, akkor még mindig lehet, hogy el tudod intézni, hogy pénteken neked el tudjál jönni. De ez a nem megyek be, mert úgyis dolgoznom kell, ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás. Jó? Hát igen, pedig mondjuk a főnök, amelyik is tök rendesek, aztán általán engedi. Persze, regisztrálsz, ha kihúznak, ha visszahívunk, akkor meg kérsz egy napszabit. Persze. Megpróbáljuk, jó. Megpróbáljuk. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Új Trex megy az utcán, és mindenki tudja. Akkor kollégám, most már én is sofőrként dolgozok, és megyek az utcán, én is össze-vissza. Na látod? Na figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Úristen, de szeretem ezt a számot. Ugye, tényleg én szeretem? Minden nap kétszer meg. Tényleg szeretem? Én is szeretem. Hallom, mint a szal. Te rohagy meg a szemét. Ismerős, de most így hirtelen nem tudom, lehetne kérni még egy. Meghallom ezt a dalt, és én is kicsit mindig elérzem. Nagyon szeretem. Tényleg összebújtok. Magammal, lassúzok magammal. Igyelj. Na és te már ott alá is effektezted, ahogy hallod. Óven bácsi, két szólamban. Nem tudom, hát az a baj, nagyon kellene a bögre, talán bitül. Hát akkor hát most búcsúzz el a bögrétől. Nem. Tessünk egy hosszabbat. Most egy hosszabbat, ha még lehetne. De az a baj, rátippelt, és tudod, ha rátippel, akkor viszont nem. De hát azt csak magamban mondtam. Hangosan gondolkodtál. Szerintem ez egyébként nem fog beugrani neked, azt is megmondom, hogy miért, mert nem tudod. Úgyhogy... mi van?
Mestelen őszintességgel. Teljesen őszinte leszek, nem fogott. De megmutatjuk, hogy mi lett volna az eredeti, és akkor még rámondhatod a címét, ha beugrik, hogy az előadott, jó? Hello darkness, my old friend. Na? I've come to talk with you again. Ez olyan jó ez a dolog. Úgy lassult még veled egyet. Milyen fecó? A fecó? Á, közben van egy telefonos segítség. Mit mond? Biztos valami nagyon jót mond. Mit mond? Fogalma sincs, azt mondta. De ezért érdemes volt téged felhívni. Hallod Béla, itt vagyok, Béla, fogalmam nincs. Hallod Béla, fogalmam nincs, rohadjak meg, te fogalmam játszol, nincs. Te játszol, igen. Tudod, nem. Hát az a baj, hogy céges telefon, így nem beszélünk, tudod, szállítom, hát, ha tudja, aztán. Pont, hogy kell neki a bögre. Hát az nem lesz, és ez a Sound of Silence, és a Simon & Garfunkel. Fú, hát ez nagyon nehéz volt. Tudtam, hogy nem fogod tudni, éreztem. Nincs a bögre, és nincs semmi más. Hát így jártam sajnos. De hallgass meg a számot tényleg elejétől a végéig, egy csendes pillanatodban is gondolj a bögrére. Lassúz okay. Egyet a agyban, mentálisan a bögrével. Jó? Oké. Okay. Tibi, köszi, ciao. Minden jót, sziasztok. Hello, hello. Ez egy jó dal egyébként. Nagyon tényleg. Szeretem. Nem, most ilyenkor mindig azt szokott lenni, hogy hallgassuk meg. Azért ezt ne. Ezt nem. Nyolc után ne, kérlek. Nem, ezt nem tudjuk meghallgatni, hát azért ez nem... Ezt még a Nova Sláger Rádió se adta, pedig azért ők ilyen zenéket adtak. De helyette jöjjön a Népám Desztől a Harmony Corruption. Igen. 2 perc múlva 8 óra jövünk a hírek után. 8 óra múlva 14 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Hello minden Morning Show hallgatónak. Vannak friss közlekedési híreink is. Többek között minden óra elején van. Itt van velünk Gyula. Hello Gyula, jó reggel. Hello, sziasztok. Merre vagy Gyula? Kőbányán vagyok a Liget téren, és itt próbálok átvergődni már negyed órája. Okot, bármit látsz, hogy mi lehet az oka annak, hogy ekkora dugó van? És hogy hát megállt ezt? Rengeteg autó van, és mindegyik ugyanarra akar menni. Itt a keresztül a Liget téren, és hát nem nagyon sikerül nekik. Azt hittem valami kicsit konfliktumat mondasz, sok helyen van dugó, ahol nem tudnak menni, de akkor, tehát nem lát semmit, nincs baleset, nincs sárgán villogó. A szokottnál több káosz nincsen, de mondjuk tényleg itt van egy rendőrautó középen, most látom csak. De deríten. Hihetetlen interaktív ez a közlekedési hír. Igen, mit látsz még? Betetek, és próbálok életben maradni a jó. Káoszba. Figyelj, küzdjél el, mondjuk Ligettér halál, ez a lényeg. Így van. Oké, köszi, ciao. Hello, hello, hello. A régi ötös úton Dabas előtt autó az árokban, most történhetett, óvatosan arra felé mindenkinek. Köszi, hogy beolvassátok, írja Robi. És pontosítsatok, a Ferihegyi úton nem mérnek, ugyanis az nem ugyanaz, mint a Ferihegyi reptére vezető út, köszönettel Márk. M5 bevezető kis teherautó lepukkant, alakul, a Fradi pálya viszont hihetetlen gyorsabban épül, mint a Loki pálya. Bizony. Cívis küldte nekünk. Az M7-esen Siófoktól sávaig 80 km, és 3 darab matrica ellenőrző kisbusz, benzinmotoros áramfejlesztővel, egyébként szinte üres, jól lehet haladni. Anti írta ezt nekünk, köszönjük szépen. És az M7-es 142-es kilométerénél mérnek, ez is most jött ebben a pillanatban. Pénteken a Ferdinánd Hinte lábánál ugye elrejtjük a stúdiót, ki lehet majd ásni, egy vidám, jó hangulatú rendezvényen vesz mindenki részt, aki odajön, aki megnéz minket a föld alatt, és azok, akik ásnak, ők fogják a legjobban érezni magukat, egy akadálypálya lesz, ládák lesznek, ásni kell, rengeteg röhögés, jó móka, és a föld alatt lapul majd egy autó, egy Chevrolet Rex, a Jani már elmondta az extrákat, ebből egy tizedét talán értette is. Így van, délután utána nézek annak, hogy mit mondtam. Mit soroltál reggel? Egy gyönyörű szép, majdnem 5 millió forint értékű autót lehet megnyerni pénteken. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez mekkora lehetőség. Az ember próbára teszi a szerencséjét, ha nincs jogosítványa, akkor is menjen regisztrálni, ha valakinek szeretné megnyerni, akkor is, ha most még nem akar autót, de szerintem nincs olyan ember, aki nem akar, akkor is, vagy le akarja cserélni, akkor is. A Chevrolet.hu-n fönt vannak a regisztráló helyek, hogy hova tudtok bemenni. Lehet, hogy kicsit utazni kell, lehet, hogy pont a ti városotokban nincsen, de érdemes, mert több millió forintos autót lehet nyerni. Ma már azért ezt így nem dobják az ember után, ugye? 8:30 után kimegyünk majd megnézni az autót. Hát azt nem mondom, hogy Ari belül és vezeti, vagy megy egy de méter, igen, de igen, beleül és vezeti. Vezet egy kicsit? Csinálni. Kipróbálod? Na jó, legyen. Rád, rád. Csak ne törd össze, vigyázz rá, de tényleg. Vagy valami olyan helyre álljunk már ki, ami viszonylag nagy tér, tehát például a Hősök tere, vagy mit tudom, vagy a Kisalföld. Itt hátul. Szóval a lényeg, hogy tessék menni regisztrálni, beküldeni minél több embert a családból, és aztán imádkozni, hogy például ma is, holnap is benneteket hívjunk föl. Nincs túl sok idő már, úgyhogy tessék iparkodni. Szeretem ezt a szót, hogy iparkodni. Iparkodj. Jó, jó. Használ nyugodtan. Nem az eltekint. És azt gondolom, hogy ezt más nem használja az országban, mint tessék iparkodni.
Jó, 8:30 után pedig megnézzük, hogy, hogy milyen az autó. Gyerekek. Van egy plusz helyszínünk is, ugye? Nem elfelejteni, hogy a mai helyszín vagy segítség a Szombathely. A Szombathelyeknek segítünk egy kicsit a Family Center parkolójában. A Media Markt bejáratához közel lehet elmenni és regisztrálni. Jó? Uh-huh. Jó, legyen így. Jó. Szombathelyiek, hallottátok? Hajrá! Hajrá, hajrá, Szombathely. A Ligetérnél egészen pontosan megvan, hogy mi történt, biciklis gázoltak, azért van dugó. Ezt Adrien írta nekünk, és jött még egy nagyon friss trafi az M3-ason Pest felé, a 185-ös kilométernél, méghozzá ott, ahol az M3-as és az M35-ös találkozik. Ezt pedig Hari küldte nekünk. Na, egy internetes cikkben megszavaztatták az emberekkel a szex bakancs listát. Mi az, ami kimaradt még az életedből ezen a területen? Igen, ugye a bakancs lista az pontosan erről szól, amit te is mondasz, hogy ez volt egy film Morgan Freeman és Jack Nicholsonnal. Maga az ötlet jó, a megvalósítás már szörnyű volt, hogy ez a film elkészült. Tényleg, szörnyű volt. De a film jó. Hát a sok cégé miatt volt szerintem. Tessék? Sok igen, trükk miatt. Pontosan, tehát, hogy sehol nem voltak, csak egy stúdióban valójában, és ez egy picit gyengévé. Forgatták a Taj Mahalnál, forgatták a Himalája tetején, rengeteg helyre mentek, ugye arról szól, hogy két idős ember a kórházban találkozik, mind a ketten gyógyíthatatlan betegek, és összeírják, hogy ha kijutnak a kórházból, 2 milliómos öreg emberről van szó, vagy idős emberről, vagy ez egyik milliómos a másiknak ezt fizeti, akkor mit akarnak még megvalósítani a haláluk előtt. Egyébként de a film nagyon szép. Meg a két színész hatalmas, hogy játszik benne. Zseniálisak benne, igen. És ugye ez a bakancs lista, amikor te fölírogatod magadnak. És kitöltették az emberekkel, hogy mit akarnak még megvalósítani a szexben, az együttlétben, hogy mi az, ami még hiányzik. És akkor itt jött, hogy különböző helyszínek, de hát ezek ilyen szinte kicsit közhelyesek, hogy repülő, nyilvános ilyen zuhany alatt autóban, falhoz döntve. Falhoz, sátorban. Tehát annál szebb szörnyűbb nincs. Mi a sátor? Nagyon jó. Hát az, meg az még kinek nem volt meg. Nekem. Nem? Nem, nem voltam még sátorban. Bocsánat, szállodában lakom. Ja, de régen. Ja, voltál 20 éves, vagy már akkor sem? Nem. Nem bírtad a sátor. Ne, én nem szeretem. Nem. Én eleve utálok sátrazni. Uh-huh. Nem szeretek sátrazni. Jaj, volt szeretem a tisztatót. Részt vettem. Madárfügy beszól a ponyván keresztül. És a kirándulók. Igen. Ilyen kajaktúrán volt, mi is sátraztunk. Mentél, állítottad a sátrat. Nem tudtad. Nem. Ezt nem szerettették meg velem, ezt a sátrazást. Valahogy nem. De mind a ketten gondolom, hogy imádtam. Hatalmas, sátras szex partikon vagytok. Így, ahogy mondod. Hatalmas. Később azt hitték, hogy ahol a sátrunk állt, ott bomba töltsék. Az, igen, ezt én nem tudom kellett képzelni, a karót beszúrni te a sátorba. Hát. Precíz mozdulataiddal megágyaztál, kivasaltad a hálózsákodat, átvasaltad a sátorvitorlát, beállítottad az elemlámpát. Kivasaltam a polifómot. Kivasaltad a polifómodat, rendben letetted a kis cipőcskéidet, a bakacsodat, megpucol az ajtó elé, és utána olyat szexeltél a tisztatónál, hogy pont így történt. Bizony. Ezt el tudom pont képzelni. Így. Most valakinek kell fátyolossá vált a tekintet az országban. Ha most hallja. Elmorzsolt egy könycsepet, és a régi sátraknál az volt a cikk, hogy az még olyan volt a ponyvája, a sima ponyva, hogyha valahol hozzáértél, akkor ott beázott. Bizony. Megvan. És ott. Amikor fenékkel bögdeste le. Jaj, de jó volt az. Ez a sátrazás valahogy nem. De nem is ez a lényeg. Első helyen végzett az, minden mást lenyomott, a megkötözést, a tudatmódosítóval való együttlétet, a szembekötőset, mindent, az állítólagosan az internetes kutatást kitöltő 90%-a beixelte, hogy mielőtt meghalsz, szeretné kipróbálni. Hármasban. Hármasban. Nektek ott már a B oldalon mondom, hogy ez azt jelenti, hogy 2+1-es aha. felállásban vagyunk, tehát van még valaki. Van még valaki rajtatok kívül. Hagyjátok, nem olyan érdekes. A házban? De betörő? Nagymama az emeletem? Alvó gyerek? Na tessék, nézzük meg, hogy néz ki ennek az életbeli megvalósítása, mert ugye mindenki elképzelte már ezt, hogy milyen lehet, egyen-ketten talán ezt meg is valósították, és ennek én is egy-két ilyen ember. De hogy mondjuk ti? Egy ló, két lovas, megmondom. Most nem így akarom, hogy akkor igen, pacsizol egyet, és azt mondod, hogy mert az ökörsütés, és akkor forgatjátok. Tehát nem konkrétan erre gondolok. Hanem mondjuk a te párod nem akarja.
te akarod, mert neked ez fenn van a bakancslistán. Anya, fordulj meg. Ha nem akarod, hát fordulj meg. Hogy csinálod? Hazamész, és beülteted a harmadikat egy fürdőkádba, adsz rá egy rózsaszín sejemsálat, és azt mondod a kedvesednek, hogy van egy kis meglepetésem a fürdőszobában. Hát mondjuk a büdös francokat fürödjön otthon, érted? A meleg víz pénzbe van. Szexér jött, nem fürdeni. Bejön a te párod, és ott van a fürdőkádban szépen egy rózsaszín sejemsállal a nyakában, és nagyon zuhanyzik. Vagy beviszed a szobába, bekötöd a párod szemét, lefekteted az ágyra, és elkezded masszírozni, de közben már nem te masszírozod, hanem a harmadik masszírozza. Vagy megbeszéled előre? Hát ez szerintem csak úgy hazavinni egy ilyen meglepit, az nagyon veszélyes. Nem? Tehát, hogy ez nincs előtt a fölkészítés, szerintem nincs ember, aki ennek örülne. Meg rögtön, nálunk rögtön kiszúrná annyira bőrkeményedés és a kezem, hogy honnan kéne szerezem egy súlyemelő nőt. Igen, János, milyen manikűrösnél volt, olyan puhák a kezeid, olyan finomak, olyan bársonyosak az új begyeid. De szerintem egyébként inkább a pasik fejébe jut sokszor maga eszébe a gondolat, hogy milyen jó lenne még egy valahogy az asszony be kéne szervezni, de az asszony, asszony nem akarja. Vagy kiszervezni. Vagy kiszervezni az asszonyt és másiket. De hogy nyomod le a párod torkán? Hát, nézd! Elegánsan tessék ezekkel a labdákkal élni. Elegánsan tessék ezek direkt olyan labdák, hogy nem kell nagyon leütni, csak finoman. Szóval hogy nyomod le a párod torkán? Hogy ha ő mondjuk ezt nem akarja, de neked ott van a bakancs listádon, és nem akarod megcsalni. Elkezded ezt így finoman felvezetni? Ugye mi történik a nőknél? A nőknél azt gondolok, hogy én már nem vagyok elég, egyből megszólal az önértékelés, egyből az, hogy minek neked harmadik, egy, akkor meguntál, akkor mit tudom én, akkor mi házas életű már nem olyan jó, már, tehát ugye megindul az, hogy akkor ők elméleteket gyártanak. Tehát ebből sok nő végkövetkeztetéseket vonna le, pedig... Na most azért ezt tegyük föl, hogyha igen, mondjuk az életed párja odajönne hozzád, hogy ő meg úgy szeretné, hogy két hapsival, akkor te mit szólnál hozzá? Csak hadd nézzem. Öreg vagyok, közelít jó, a B oldal, megpihenek ott jaj, a sarokba. Jürgen, ő Hans, csak... Ne, nyilván nem. Igen, ez egy érdekes dolog. Ugye? Hát akkor te is pasiként azért mit mondasz? Igen, ugye? Akkor jogos a követés, ha azt mondja erre, hogy oké, drágám, hívjunk egy hölgyet, és akkor csináljuk meg úgy hármasba, viszont én utána kíváncsi lennék rá, hogy milyen két pasival, mondjuk lehetsz te az egyik, drágám. A másik meg mit tenni kicsoda. És rajtad dolgozzom. Én nem vigyom. Tudod így? Akkor igen, minden maradjon a régiben. Hagyjuk, jó lesz így. Hello, Jani, én vagyok a harmadik, pucsics kicsi. Most de megkapott púzóba. De húzd be az ujjzó függőt, még nem végeztem. Figyelj, kicsi Rigó, morzsáztak már be neked a reaktor? Nem? Hát akkor küldjük ki a Mónikát. Aztán maradjunk egy kicsit kettesbe, kicsi Rigó, hogy fütyülsz? Jól fütyülsz? Húzd csak szét rajtam a habot. Na, ez itt a Loch Nessi szörnyöcsém, a legenda él. Minek ide a harmadik? Úgy bemorzsázok, könyvbe lábad a szemed, kicsi. Jó, oké. Okay. Na de mégis, tehát, hogy tényleg, kevésszer foglalkozunk mi a szexel ebben a műsorban, nem lehet mondani, hogy szexisták vagyunk, nem lehet mondani, hogy sok az ilyen típusú téma, nem akarunk ebből egy mindennapos dolgot csinálni, de ha már megcsinálunk egy ilyen témát, akkor írjanak azok, akiknek ez sikerült. Jó? Hogy ez mégis hogy működik? Hogy működött? Most nem arra gondolok, hogy 20 éves vagy egy kapcsolatban, összepacsisztok, a csaj is benne van, hazamentek, a dolog megtörténik, hanem mondjuk komoly, érett, felnőtt nők, felnőtt férfiak, akik hallgatnak minket, akik monogám kapcsolatban vannak, szeretik a férjüket, szeretik a feleségüket, nem élnek kicsapongó életmód. Most nem arra gondolok, hogy tényleg két tínédzser ezt megcsinálja, kipróbálja, hanem hogy amikor egy érett nő, egy érett férfi, egy érett kapcsolatban egyszer csak azt gondolja, hogy akkor most itt az idő arra, hogy tehát a komolyabb végét akarom ennek megfogni. Nem hát azt, hogy a szexuális életüket fel akarják frissíteni. Igen, szerintem egyébként ez igen, a jó kiindulási alap. Tehát amikor azt de biztos, hogy így kell frissítened, hogy egy harmadikat kell szerezned? Hát, szóval, hogy én ebben azért nem hiszek. Azért hosszú távon az ember gyakorlatilag mindent kipróbál, mindent megcsinál, ami az ő habitusukba hát, belefér. Tudod, hogy erre mit mondok, kivéve a vérfertőzés és a népi táncol. Hát ez egyikben sincs benne. Ez a kettő. Én még a népi táncol. Ez hitvallásom, mindent ki kell próbálni, ezt a kettőt nem. Na de hogy
az már nem egy végstádium? Tehát amikor te már azt gondolod, hogy neked egy harmadikra van szükséged, és nem vagy elég kreatív, vagy már annyira elhalt a dolog, hogy te ezt már csak egy harmadikkal tudod felfrissíteni. Tudod, miért gondolom akkor azt, azért hogy az nem, már lehet, hogy nagy baj. Hogy nem végstádium, mert igazából ennek a dolognak, ennek a fajta nyitottságnak, az, az az oka, hogy szeretnéd a kapcsolatodat továbbra is fenntartani. Na de úgy, hogy jöjjön egy harmadik, te ezt úgy tartod fenn. Most nem arról beszélek, hogy mi van, ha kiderül, hogy a másikkal jobb, mert az önértékelés, hát ha erre gondolsz, bele se menj. Hanem, hogy az már nem egy olyan, hogy már neked annyira nincs ingered, már annyira magas az inger küszöböd, hogy rajtad már csak az segít, hogy jön egy harmadik. Szerintem, akik ilyet kipróbáltak már, vagy ilyen gondolkodnak, azok alapvetően nem azért teszik, mert kiábrándultak már a párjukból, vagy mert akkor elmennének és akkor megcsalnák valahol múltiba. Okay. De mondjuk neked kell egy harmadik nő. Hogy hármasban csinálnák, pont azt jelzi, hogy ők igénylik továbbra is a párjuknak a jelenlétét. Hát várjál, ez egy nagy kamu. Elmondom, hogy miért nagy kamu, mert ez a igényeljük a párunk jelenlétét, ez tulajdonképpen azért nem szól másról, mint hogy legitimizáljuk azt, hogy én egy másik nővel lehessek. Nem akarom megcsalni, de azért anyu ott van, de közben azért én végre kiélhetem azon vágyamat, hogy tudok egy másik nővel lenni. Tehát odáig nem megyek, hogy megcsaljam, de törvényes keretek között azért én egy másik nővel akarok lenni. És akkor én ezt jól csinálom, törvényesen csinálom, nem csalom meg, hiszen látja, de te akkor már egy másik nőt kívánsz, nem? Egy másik nővel akarod kipróbálni, hogy milyen a szex, de azt mondod, hogy hát semmi rosszat nem csinálok, hiszen a párom is ott van, és ő is végignézi. De most itt ez a két dologról beszélgetünk, hogy egyszer kíváncsiságból ki akarod próbálni a hármast, és beemelsz valakit, akit aztán soha többet nem láttok. A verzió, meg a B, amiről ti beszéltek már, hogy akkor ő többször is, meg legyen ott, meg érted? Tehát, hogy a két külön dologról van szó. Mert amit te mondasz most, az teljesen megállja a helyét, hogy legálisan behívok valaki harmadikat, mert anyuval már nem olyan jó. De hogyha egyébként van egy kíváncsiság a hármas iránt, és ezt meg tudjátok beszélni, hogy egyszer próbáljuk már ki. Hát ha mind a kettő meg tudjátok beszélni, és ebben a nő is benne van, akkor persze. De általában az a tapasztalat ezzel kapcsolatosan, hogy nem nagyon szokott jó vége lenni a dolognak. Bár hogy úgy jó vége lesz, de utána később lelkileg valakit megvisel ez a történet, és általában a anyut. Azt mondják a szakértők. Tehát, hogy egy új nő érkezés ebbe a dologba, amit te mondtál, hogy úristen, ő fiatalabb, jobban néz ki, apa többet foglalkozik vele, mint velem, azért ez egy nagyon... Ehhez nagyon nagy intelligencia kell, hogy te azt a helyzetet ott jól tud kezelni, és ne okozzál hosszú távú maradandó sérüléseket a párodnak. De ugyanígy egyébként egy férfiben is nyomot hagyhat, ha ő érzékenyebb, és megérkezik egy másik, és nem arra gondolok, hogy nem tudom, egy verbák sisak van a nadrágjában, egy hatalmas vang, hanem hogy nyomot hagy, mert rájössz, hogy tehát ehhez nagyon felkészültnek kell lenni. Na jó, ne vigyük el ennyire komolyban, nyilván ennek megvannak a lelki okai. Tehát hogy kezded a bemelegítést? Hogy mondod? Mit mondasz? Hogy adod a tudtára, hogy te eljutottál odáig, hogy neked kell egy harmadik? Te hogy sikerül egy ilyen este? Ugye? Ezért mondom, hogy írjanak olyanok, akik tényleg hosszú ideje vannak együtt, belevágtak, egyszer kipróbálták, el tudják mesélni, hogy milyen volt, olyan volt-e, amilyenek elvárták. Hogy és itt most tényleg nem ilyen 20-25 éves szexuális kalandokat kereső fiatalokra gondolunk, mert azon az ember túlesik. Csak itt ennek a lélektana nem erről szól. Hogy is volt az első nő? Te női kézilabda csapatokat boldoggá tevő, nem tudom. Most adogassátok hátra is! Igen, adjatok belőle nekünk is! Igen, azt írja valaki, ezért kell 4-esbe csinálni. Egyébként igaz. Egyébként az is érdekes, hogy a kettő közül melyik menne könnyebben. Mire gondolsz? Akkor két pár jön össze, vagy amikor egy harmadik csatlakozik hozzátok. Én ezt a két pár sértem, az érdekes. Hogy van ez, hogy átjön egy pár, kiteszel ropit? Kiteszel egy kis mandulát? Isztok valamit, kicsit ott üldögélnek, kicsit ott beszélgettek, valaki belenyal a pisztáciába. Majd egyszer csak, de tényleg egyszer csak azt látod, hogy mit tudom, a szomszéd átjön, és akkor ott matat a feleségével. Nem akarsz elmaradni, te is rámotatsz az asszonyra picit, ugye? Mégis közben valaki pisztáciáért nyúl. Arra nézel, ő már nagyon, nagyon matat a pisztáciásban, és akkor egyszer csak ott csapatjátok tök mesztelenül, és a szomszéd ott döngeti az asszonyt a padlószőnyeget. Az osztrigához nyúl. Érted? És te azt hiszed, és húzzál bele, mert Józsik nagyon elhúztak. Majd egyszer csak Józsi megkopogtatja áradat, hogy tesó, hát akkor csere!
Érted? És akkor mögé kerülsz? Vagy ez ilyen finoman iszogattok félhomá, és akkor persze nyilván direkt adom a hülyét, tehát hogy nem így csinálnám, hogy pisztáciára markolnék. És most csajok a csajokkal, srácok a srácokkal, oké? Okay? Mint a Paraszt bácsi a szexbuliba, tudod, valami nagy baj van, mivel harmadszon. De például ismerőssel, vagy ismeretlennel? Csak ismeretlennel. Ismeretlennel? Hát figyelj, miért? Az a baj, hogy az humorforrás az ismerős. Én is azt gondolom, tehát álltok ketten egy ilyen kis szűrt lámpafénynél. Tessék? Csak könnyebb elmesélni neki, hogy figyeljetek, Laci, gyertek át az asszonyon, mert úgy döntöttünk, hogy... De mivel akkor úgy hívott át őket, hogy ők nem tudják? Kim van a pisztácia, kim van a sósperec, és egyszer te csak nagyon-nagyon belevágsz. És de, hát, ha előtte hallgatták a műsort, akkor már elkezdenek gyanakodni, amikor meglátják, azt mondom, pisztácia, sósperec, rosszat sejtek. Igen, csokis tallér. Mire utaltok? Csak ártatlanul kiraksz egy kis csokis perec. Aha, vagy úgy. Szóval ti is így nyomjátok, értjük az utalásokat. Csokis kréke. Mi lesz itt? Na jó, oké, írjanak azok, akik komoly párkapcsolatban vannak, de egyszer belevágtak, kipróbálták, balul sült el, sírógörcsöt kapott a nő, az egész egy ilyen nagyon nyomasztó, szürreális, ilyen félre sikerült valami lett, jó? Tehát komoly kapcsolatban élők, a monogámiában hívó, kalandvágyó párokat keresünk, akik ezt egyszer már megélték és kipróbálták. SMS számunk 06 70 645 00 00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy létezik ugye egy bakancslista, amit internetes olvasók töltöttek ki. A teszt pedig azt mutatta, hogy szeretnék még a legtöbben megvalósítani haláluk előtt, hogy hármasban vannak együtt valakivel. De elsősorban azokra gondolunk, akik hosszú ideje élnek, párkapcsolatban férjük van, feleségük van, hisznek a monogámiában, nem akarják megcsalni a párjukat, de egyszer csak eldöntötték, hogy kipróbálják. Áthívták a szomszédot, kim volt a pisztácia, a lefelé fordított vaníliás karika, ami félreérthető, és üldögéltek hárman, és nézték egymást. Hogy onnantól kezdve mi a következő lépés, direkt nyilván sarkítunk persze, hogy egy ilyet hogy kell elképzelni, nem azokkal foglalkozunk, akik kipróbálják, egyedül vannak facérak, és belemennek, és ez egy jó buli, hanem hogy tényleg 5-10-15 éves házasság után egy ilyen hogy sül el? És mi történik, ha újítani akarsz, egyáltalán lehet-e így feldobni egy kapcsolatot, vagy kell-e? Itt van velünk Pali, hello Pali, jó reggel. Jó reggel, sziasztok mindegykinek! Hello! Na, te kipróbáltad, vagy ti kipróbáltátok? Természetesen azért írtam, mert volt benne részem, de ezt mindenkinek el szeretném mondani, hogy ezt úgy kell felfogni, mintha nem a zöldségesbe vennéd meg a zöldséget, hanem szed magad mozgalomban, te szakítod le a fáról a gyümölcsöt. Hűha, messziről indulunk. Mióta vagy házas, Pali? Indítsuk innen, hogy te mióta vagy házas? Voltam most már, de 20 évig voltunk együtt. Ennek nem volt lényege ehhez, tehát nem volt összefüggése. Mint mindannyian, akik ebben részt vettünk, tiszteltük egymást, és mindenképpen csak ez egy játék, ez csak egy ilyen... Oké, én ezt értem, nem is ezért kérdezem, csak fontos tudni, hogy monogám kapcsolatban voltál, úgy döntöttetek... Akkor a feleségem volt a feleségem. Na, a feleséged. És ez az együttlét volt az utolsó szeg a koporsótokban. Nem. Ennek nagyon messze volt tőle. Mind a ketten szerettük egymást, tiszteltük egymást. Tehát nem is csaltuk meg egymást soha. Te vagy a mi emberünk. Mi pont ilyen párokat keresünk, hogy ott hogy dől el, mert máshol, ahol mindenki félrelépett meg, bármi történt, ott minden megteszi ki. Egyikünk meg sem volt a 20 éves felség után mellékkapcsolatunk. És mivel Balázsék pont ilyen párokat keresnek, léci, majd akkor a telefonszámodat hagyd meg azonnal. Figyelj, Pali, hogy történt a dolog? Mi történt? Hát volt egy közös barátunk, és 10-15 éve voltunk, 10 év voltunk körülbelül házasok, igen. És ugye mindig a férfinek itt az ilyesmi az eszébe, hogy kicsit segítsen az asszonynak azon, hogy ne legyen ennyire hétfőket szerde a kapcsolat, mindig próbáltél tenni is, minden egyes napon próbáltam, ezt mondom, minden férfi is próbált tenni a kapcsolat, meg az egy virág, egy kedvesség, egy kis udvarlás. Okay. Igen, ugorjunk egyet a téridő kontinuumban, mi történt aznap, ki jött át, mi történt? Egyből bele lecsóba. Igen. Hát volt egy barátom, és akkor ez így összejött, tehát mit tudom, átjött inni hozzánk. Jó. Ittunk egy fröccset. Ja, nem is fröccs volt, aztán egy sört is borítottunk előtte, meg valamit vágjátok. De várj, hogy átjött? De mi az, hogy átjött? Szóltál neki, vagy megkérted, hogy gyere át, mert lesz egy hármasban? Igen, ez így, te figyelj, nagyon nem csillog az asszonyod meg a szeme. Hát mondom, miért nem csillog az asszonyom szeme, mert kicsit... nem volt tökéletes a kontaktus, a szexualitás. Azt segítek én neked, hát ez már nagyon régi módszerek. Jézus Isten! Kicsit igényszebb. És te mondtad az asszonykádnak, hogy este jön a Béla?
Vagy hát nem, hát nem, ott ültünk, aztán is, hogy mi van kicsikén, nagyon csillog, nem csillog a szem, és elhúzta a szem, mint egy rendes csaj, és azt, hát ez nem probléma, hát ez a legkönnyebb segíteni ezen a dolgon, hát megvizsgáljuk egymás illatát, és ebből lesz egy finom érzésbeli. És már kisbújt a kezes lábasából. Hát valahogy így. És ők ketten jöttek, tehát ő a párjával jött, vagy? De volt, igen, utána fölháborodott a párja, hogy őt nem, és akkor természetesen őt is, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ez, hogyha másnap reggel találkozol vele, akkor nem bújsz bele a fülébe a nőnek, meg az én feleségem nem bújik bele az ő fülébe. Ez egy ilyen, hogy akkor ezt a kávét lefőztük, és utána az akkor kidobtuk, tehát nincsen... Ja, hagyjuk már, hogy mit ittatok, mit tettetek. Persze, nem kell, csak ez hogy néz ki, tehát ott balra nézel, és látod, hogy a szomszéd ott szondáztatja a feleségét, és hát akkor... Hát elfordítod az ő nejét, és akkor nem látod, csak hallod, elég az is. És a párcsere is megtörtént konkrétan? Így van, igen. Hát ez most, hogyha csinálom, akkor már csinálom rendesen, nem csak úgy, hogy végigfutom maraton, hanem nem csak a kis maraton futom, hanem a nagyot. Uh-huh. Uh-huh. És akkor átszólsz, hogy te Béla nem is mondtad, hogy kim van a bölcsesség foga. Vagy ez így, vagy ez így, vagy hogy? Érdekes. Hát ez, hogyha barátok vagytok valakivel, tehát barátok vagytok, akkor az jóban, rosszban. Igen, ezt én így gondolom, ez lehet, hogy kicsit nem jól fogom, de igen, hogyha a barátod tud segíteni, nem csak az, hogy segít felásni a kertet, hanem kicsit boldogabbá tenni, mert akkor a te is boldogabb vagy, és ő is boldogabb. Ez ilyen baráti kontaktus, és nem a szexualitás volt itt a lényeg maga. Hanem a barátság. Hanem a... Hát a csak ez jó. Egy picit más, mint amikor a BL döntőt nézitek meg egyre. Nem ugyanaz. Azt gondolom, okay, hogy... Jó. Igen, tényleg. Gól! És megint! És megint! Oké. Okay. Jó, nem a szexualitás volt ebben a dolog, hanem a másikat beengeded a erotikus zónádba, ami persze, nem... Persze, hát ez tiszta, meg mindenki tisztában ami lesz. Ami nem ugyanaz, mint hogyha elmész egy single klubba, és akkor aki jön. Érted? Persze. Tehát kiválasztott magának valakit, a erotikus zónádba beengedés, ez több, mint amennyi egy futó kaland, hogy mondjam neked, ez egy ilyen szellemi érettség. És utána jobb lett a párodal a kapcsolatod? Tehát utána hát éreztétek? Ugye, tehát utána kicsit frissabb hús voltam én is, de nem segít rajta, hogy megmondom, aki még nem csinálta, hogy segít, még nem fog rajta, de azt is megmondom, hogy remeg az ember kezel állva, amikor ez az első történik. Tehát akkor minden idegvégződésed stimulálva van, hogy így mondjam, és minden, tehát most visszagondolok, most is libabőrös a hátam, mert azért nem volt ez rossz, de nem tett gondot sem a nyakamban. Uh-huh. Tehát nem lett plusz. Vegyél fel egy kulcsit. Na jó, de olyat kell választani, aki utána másnap nem úgy néz az asszonyhoz, hogy na, cita megvoltál tegnap, hanem... Persze, hát nyilván, persze. Most mi a kicsit könnyedebb végét fogjuk meg, de tudjuk, hogy ez érzelmi intelligencia kell. Persze, hát azért ez nem egy egyszerű dolog, főleg az ember. De azt is megmondom, hogy amikor megtörtént ez a dolog, és ugye meg kéne beszélni a társadra, és éppen úgy történt, hogy elment nyaralni, hogy valahol, tehát valami, hol elment, és hát az nem volt, hogy az egyedül kell feldolgozni. Tehát, hogyha ketten megtettek valamit, és ezt fel is tudjátok dolgozni együtt, na az az igazi. Aha. Azért, hogyha egyedül maradsz, vagy a nő egyedül marad, és ez azért ez egy nagyon agresszív érzelmi impulzus, hogy így mondjam. Igen. Persze, hát ezt utána is tudni kell kezelni. Pali, köszönjük, hogy elmondtad. Ez az érzelmi érzés, ez nem biztos, hogy mindig könnyed és mindig jó, hiszen van, amikor ebből, tehát lehet ebből probléma is, hogy akkor... Úgy érzem, kicsit megviselt a dolog, tehát erről még az úgy érzem, hogy erről még órákat tudnál beszélni, tehát kicsit azért ez mélyebb nyomot hagyott benne. Azóta se jött vissza még a nyaralásról a pár, és szeretne valakivel beszélni. És a szomszéddal nyaral, tudod. Pali, köszi, hogy elmondtad, köszönjük. Nem így volt, tehát tiszteltük egymást mindenképpen. Tök tiszta, abszolút értjük, humorizálunk, de közben hidd el, hogy értjük a lényeget. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello. Mi van? Mi ketten se szeretkezünk, nem vagy hárman, így a Zsolyász. Szaladtad baj van. Nekem is volt ilyen, mert részem a párommal egy helyen dolgoztunk mind a mai napig, egyik kolléganommal összejöttünk, én lelkileg összetörtem, és azóta is mind a hárman együtt dolgozunk, és már a kapcsolatunk se olyan, mint előtte, ennek 7 éve, mi 12 éve vagyunk együtt. Rádióban nem szeretnék erről beszélni, írja Zsani. Sajnos nekem volt ilyen tapasztalatom, de rosszul sült el, 3 éves kapcsolatom ment rá, amiben én szerelmes voltam, a párom hozott egy másik nőt, váratlanul senkinek nem kívánom ezt a megaláztatást. Én voltam annó akkoriban a párommal swinger klubban, ahol a legnagyobb sztár a Garami volt. Én 10 éve vagyok a párommal, 3 gyermekünk van, és most beszélgetünk, hogy bevonunk egy hölgyet, és kipróbáljuk, és én csak a feleségemhez nyúlhatok, de mozizni szabad, írja egy hallgató. Na ez nagyon fontos, hogy meg kell beszélni, mert ahogy az előbbi SMS is írja, ott, ahol mondjuk így váratlanul állított be a párja egy másik nővel,
Igen, hát ott az azért, persze, az, az nem csinálok intelligens szavazat. Az is érdekes, hogy anyu erőlteti, hogy egy lányt vegyünk be, hogy benne meg. Nem az érdekes szót használnám. Hanem izgalmas? Hát mi miért követendő például? De egyébként... Hát ha már valaki erőlteti, nem? Akkor ő erőltesse. Jó, hát a férfi szerintem kevésbé viseli azért az meg, hogy anyu egy másik nővel. Igen, a férfit az viseli meg, a férfi hűságát, önértetét, hogy anyu egy másik pasival. Hát ennek ez a dinamikája. Sokan nem bárnák, hogyha otthon ennyire erőszakos lenne a feleség. Igen. Sajnos én erőltettem. Sajnos én erőltettem a páromnak, hogy hívjuk meg egy pasit. Izgatott a gondolat, hogy őt látom egy másik férfival. Évekig tartott, mire rábeszéltem, rettenetesen rosszul sült el a dolog. Rólam teljesen megfeledkezve, ők ketten engem kihagyva nagyon jól érezték magukat, mindez 16 év házasság után vele olyan dolgokat megcsinált, amit velem nem. Kibújt a szög az ágból. Nagyon rossz volt az ott, a lelkibeteg vagyok, bennem valami megváltozott. Mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ne tegye. Egy nő azt kívánja, hogy a férje legyen együtt egy másik férfival. Nem kívánta. Hozta a nő a másik pasit, hogy próbálják ki hárman, azért az nem volt ott a szerződés alján. Úgy szól az SMS, hogy én voltam rá kíváncsi, hogy milyen a férjem egy másik pasival. Nem, milyen a feleségem egy másik pasival. Nem, ezt a nő írta. Ezt egy nő írta? A nő írta azt, hogy arra gerjedtem, hogy a férjem egy másik pasival van. Aztán kiderült a férjéről, hogy nagyon is élvezi ezt a dolgot, és nem annyira a feleségem miatt szolgálja ki a másik pasit, hanem azért, mert neki ez marhára bejön. Ezt egy nő írta, hogy a férjemet egy másik emberrel, pasival akarom látni. Erre gerjedtem. Hát, az is furcsa. Ez egy úgymond dupla fenekű eset. Én erőltettem, hogy a páromnak hívjunk még egy pasit. Igen. Igen. Olvasd tovább. A pasinak még egy pasit. Igen. Így van. Igen. Izgatott a gondolat, hogy őt látom egy másik férfival. Látod? Évekig tartott, mire rábeszélt, de ha várják, ezt most értettem meg. Ez erősebb szóra egy picit. Ez egy picit erős. Tehát ő erőltette, hogy a pasinak egy pasit. Igen. Igen. Majd a pasi kijött egyébként, hogy ő finoman biszexuális, és a feleség előtt megvilágosodva. Aha. Hogy neki ez igen. Jó. Hogy nem is annyira bi. Uh-huh. Már. Mert hogy ráézett a másik gyümölcs ízére. Én ezt sima szimpla SMS-nek gondoltam, hogy a pasi erőltette, hogy jöjjön egy másik pasi. Nem. Azért 1100 Balázsa után azért hihetetlen, hogy még mennyi mindjárt konzervatív vagyok, nem? Hogy mindig a jobb oldalát végem. Hihetetlen, hogy milyen földhöz ragadt. Hihetetlen. Na jó van, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Egy utolsó. Nem jó a két nő egy pasi, csak néző lehettem, majd elhagyott az asszony. Írja valaki. Igen. Itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Valaki csak annyit ír, nálunk is rendszeres a szex, rendszeresen nincs semmi. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Réka! Réka, honnan hívsz minket? Miskolc. Réka, voltál már regisztrálni Chevrolet márka kereskedésbe? Bementél, megadtad az esélyt? Miskolcon van még Chevrolet? Még nem. De miért nem? Most mondd nekem. Hát mert egyetől estig dolgozok. Dolgozol? De hát akkor küldd be a családot, küldj be valakit, regisztráljatok pénteken, egy 5 millió forintos értékű autót lehet nyerni. Ne csináljátok, hát valaki lehet, hogy meg tudja ezt nyerni. Valaki menjen be. Jó. Zsolcai, az a Zsolcai kapu utcában van. Bementek, regisztráltok, már lehet, hogy ma visszahívunk valakit, aki regisztrált, pénteken jöhet ásni, lehet, hogy lesz egy 5 millió forint értékű autó. Jó? Oké, jó. Én nem is értem, hogy ott a lehetőség, és egyszerűen nem küldenek be valakit. Milyenek a kérdések, Jani? Nem nehezek. Nem nehezek. Hát mondjuk a harmadiknál én olvasgattam egy kicsit az internetet. Jó, tudom. Nem baj az. Annak már egy picit nehezebbnek kell lenni, mint az első. Persze, úgy is azt mondtátok, hogy nem nehezek, és belebuktam. Már játszottál? Hát ez egy éve, de nem ugyanezt, tehát nem ezt, hanem vele játszottam pont a kitalálósba, és nem ment. Barkobáztunk? Igen. Uh-huh. Oké. Okay. Na itt szól az első kérdés dedikált Egira Letitre. Milyen nemzetiségűek a világhírű ökölvívó Klitschko fivérek? Ukrán. Így van. Te jó vagy. Mehetünk tovább? Mehetünk, igen. Dedikált nyakbalkasztó vagy Klassz FM-es szatyor. Melyik betű jelöli a római számrendszerben a százast? C. Így van. Nagyon ott vagy. Menjünk tovább? Megállnék. Filmes mozis. Filmes mozis. Jó, de én nem értek ehhez a témához se, de úgyhogy én csak ezért mondom, neked biztos menni fog. Nem akarlak befolyásolni. Hát próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Így szól a harmadik kérdés, Dedikát Bögréért. Melyik szuperhős megformálására kérték fel nemrégiben Ben Affleck-et? Ben Affleck. Szuperhős. Üssed a netet, üssed.
Dolgozom. Miért nem álltál meg? Miért nem álltok meg? Tényleg? Hát mondtam, hogy filmes, nem is tudod annyira a filmet, hát meg kellett volna állni. Ez a Batman. Batman. Volna. Hatalmas Batman. Viharokat kavart a dolog, mert ugye Christian Bale nem volt hajlandó még 50 millióért sem elvállalni a következő epizódot, amiben állítólag Batman és Superman összeeresztik, viszont a kétszeres Oscar díjas Ben Affleck elvállalta. Ez egyébként pont neki való. És nem is szeretik miatta most. Jó, bumoz egy-egy gyorsan, jó réka, hát ha... Jó. Na figyelj. Mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Bum! Nagyon kíván! Azt a betyárját milyen bum volt. Hát milyen? Nem adott. Hát legalább a kocsit hozzám válkatnátok. Hát de ahhoz be kell menni regisztrálni. Ez nem úgy van, hogy csak úgy megnyered. Menjen be, valaki regisztráljon, hát a visszahívjuk, pénteken övi az autó. Hova kell menni a miskolciaknak? Csak mondom, Miskolc, Zsolcai kaputca 9-11. Hajrá! Egyébként nekem is van egy hármas sztorim, ha érdekel benneteket. Adáson kívül meghallgatjuk. De milyen vagy. Nem, csak megcsúsztunk. Köszönjük, puszilunk. Jó. Ciao. Puszi, hát. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc múlva 9 óra, Kassa Tibivel folytatjuk a hírek után. 4:10 lesz pontosan, egy perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, tessék menni Chevrolet márkakereskedésekbe regisztrálni, már nincs sok idő. Pénteken valaki megnyer egy több mint 5 millió forint értékű autót. Ezt az autót már egyébként bemutatjuk, beleszimatolunk még egy kicsit, megízlelgetjük. Jani megy vele 2 méter, talán az alatt nem töri össze. Majd kiállok, csak egyenesbe. Kicsit mész egyenesen, megízleljük, megnézzük, megtapogatjuk, és pénteken odaadjuk egy hallgatónak. Nekem jó? Az is, hogy nem indítjuk be, és Feri tol. Jó, csináljuk azt, én szívesen. A Chevrolet.hu-n ott vannak a márkakereskedések. Pénteken nagyon nagy mulatság lesz a Ferdinánd híd lábánál. Ki lehet jönni, meg lehet minket nézni, a föld alatt leszünk, ki kell ásni. Nem kell komoly fizikai munkára gondolni. Ott lesz 10-12 ember, aki ás, lesznek bobketek, igénybe lehet venni segítséget, és valaki autótulajdonos lesz. Tessék belökni a családot, a családtagokat, elmenni. Mai világban, manapság megnyerni 5 millió forint értékű autót ritkaság. Nincs nagyon. A Chevrolet ad, a Class FM ad, a Morning Show ad, csak ehhez nektek is tenni kell. Tehát olyan nincs, hogy beszélünk egy játékossal, aki elmondja, hogy hát igen, ő Miskolci, de még nem mentő, de majd talán, de majd megpróbálja. De egyébként nagyon szeretné az autót, és ha nem nyer bögrét, nyerje már meg az autót. Miközben sokan más városba is elmennek azért, hogy ott regisztrálhassanak. Tehát, hogy nincs az gondoljuk tényleg, hogy luxus, hogyha a saját városotokban tudjátok, hogy lehet regisztrálni, akkor nem mentek el, mert hogy nem adjátok meg magatoknak így az esélyt arra, hogy megnyerjétek ezt a nagyszerű kis autót, aminek egyébként az extrait szinte felsorolhatatlan mennyiségben vannak benne extra. Négyféle változat van ebből az autóból, és ez a harmadik. Igen, a négyikből már csak én hiányzom. Igen, de az csak egy van a világon. Így van. Azt nem tudjuk odaadni. Úgyhogy tényleg tessék próbálkozni, és a honlapunkon, meg a Chevrolet honlapján az összes helyen ott van, hogy hova tudtok menni, már regisztrálni. Nincs sok idő, jó? Nincs sok idő, úgyhogy hajrá. Ma pedig van egy pluszvárosunk, mivel egy kicsit segítünk azoknak, akik ott laknak. A mai napon, szeptember 24-én kedden a Szombathelyeknek szeretnénk segíteni a Family Center parkolójában a MediaMarkt bejáratához közel. Állították fel a regisztrációs pultot, ott lehet regisztrálni, és ott is mindenki megadhatja az esélyt, hogy autó tulajdonos legyen. Ma már hívunk valakit a regisztráltak közül újra, holnap is hívunk, nincs sok idő, úgyhogy hajrá, jó? A kocsi gyönyörű, itt áll kint, még a mai napon be is mutatjuk. Nagycenken van egy trafi Sopron irányába, ezt kicsírja, és az M7-es az 53-as körnél mérnek három lábúval. Van egy sztori, amit nem tudok elengedni. És nyugodtam. Nem tudom elengedni, mert... Chemtrail? A Chemtrail, jövök el héten a Chemtrailre, megígértem. Szent meggyőződésem, hogy az előző SMS, amit írtam, az arról szól, hogy egy pasi, egy másik pasit hív a csajnak. Te meg azt mondod, hogy a két pasi talált egymással, de nem. Én erőltettem a páromnak, hogy hívjunk meg egy pasit, izgatott a gondolat, hogy őt látom egy másik férfival. Te arra gondolsz, hogy itt a lány hívott meg egy pasit? Igen, a pasiának? Két pasi van. Két pasi. Évekig tartott, mire rábeszéltem, rosszul sült el a dolog, mert teljesen megfeledkezze rólam, ők ketten engem kihagyva nagyon jól érezték magukat. Igen. De hol van ebben, hogy két pasi? Egy másik, még egy pasi. De ha én pasi vagyok, és én a nőmnek akarok egy másik pasit, akkor én azt mondom, hogy én meghívtam egy másik pasit a páromnak, mert én pasi vagyok. Hát de te nő, most nő írja az SMS-t, helyezkedjél át egy kicsit. Még igen. Egyet, hiszen egy már van otthon a férjed. De szerintem abban nincsen vita kettőtök között, hogy
hogy ugye még egy pasi jött, csak hogy kinek jött a pasi. Igen. Azon van itt a hangsúly. Szerintem a nőnek, vagy a férfinek szerintem jött a pasi. Szerintem a nő írta az SMS-t, nő írta az SMS-t és egy a pasiának. 16 év házasság után velem elutasított megtenni dolgokat, vele megcsinálta. Annyira belejött, hogy minden megcsináltak együtt, én meg végignézem, azóta lelki beteg vagyok, ne hívjatok. Ezt egy pasi írta, és egy másik pasit hívott a csajának. Hmm. Lelki beteg, hát egy férfi nem ilyen lelki. Na jó, mindegy. Anna fölé is megkérdezzük majd, hogy. Ha nem veszed föl, mert ugye itt, hogy ne hívjuk, akkor írj egy SMS-t, légy szíves, aki ezt írta. Na majd hányan fognak, hogy igen, Szecsődi Karcsi vagyok, hát nő vagyok, férfi vagyok. Ott a telefonszám. Ja, megnézi, hogy a 113-ra végződik, akkor azt elhiszi. Miért hagyja azt ilyen dolgokban? Tehát olyan fura nekem ez az egész. Jó, nyilván Béka is vett már neked. Mert veled akarok élni. Cica fiú, hát miért? Hívtak már neked pasit? Nem, Béka vett már neked egyszer homárt. Bemorzsáztak a reaktor, vagy Feri? Próbáljátok ki. Volt lefelé fordított vandiás karika, vagy mit? Új, a pisztácia mellett. Átmentél a szomszédokhoz, ki volt a pisztácia az asztalon, mi? Na jó van. Jézusom, tegnap hívott a szomszéd, hogy átjönnének. De Attila, át... nem jó, nem érünk rá egy csütörtökösre. Átvágná magát a buxuson egy bozott vágó macsetához. Igen. Na jó, megyünk tovább, mindegy, hogy kiírta tényleg a 113-as SMS végű vagy számvégű írja el nekünk, hogy férfi volt vagy nő, mert ezen mi még órákig tudunk vitatkozni. Mi pedig már is folytatjuk, megjött hozzánk Kasza Tibi. Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Balazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Balázs, nem tudom, mennyire értesültél róla, hogy amíg oda voltál, azért gyökeresen megváltoztattam a magyar futballt. Hallottál róla? Lemaradtál róla. Nő vagy férfi? Egyet. Hát a férfi jött, de valószínűleg anyát csinálta meg nagyon. Tehát, hogy de akkor nő hívott férfit? Így van, tehát hogy azt mondták, hogy jó, legyen akkor, legyen még egy pali. És anya... Szerintem pali hívott. Nem, pasi mondta, hogy legyen egy másik pasi. Anya kapott egy kis izét, egy kis renoválást, és ott egy kicsikét ott megzakkant. Igen, picit megindították a atommeghajtású metélőmalmot, és kicsikét lelkibeteg lett a másik oldal, ennyi történt. Na jó van. Na, mi van a focival? Hogy a megye három futballbajnokságot megváltoztattam gyökeresen, nem hallottál róla? Igazolni készül engem ugyanis a Nagymaros 2. Na, hát az a bor. Azért jött a bor? Jött már. Kaptunk ma bort. Na az már a welcome drink. Oh. Az már a welcome drink. Ugyanis történt az, hogy a Nagymaros 2 megnyert egy megye 3-as futballmérkőzést, mert én éppen ott koncerteztem, és ettől annyira tűzbe jöttek a futballisták, hogy behúzták a mérkőzést, és arra gondoltak, hogy akkor engem igazolnak ebbe a csapatba, és én konkrétan velük mostantól pályára lépek. És föltettem a kérdést a vezetőedzőnek, hogy milyen posztokon gondolnak rám egyébként, és meg is kaptam a teljes értékelésemet. Azt írta, hogy például a kiemelkedő kommunikációs képességem miatt én tarthatnám folyamatosan a kapcsolatot a játékvezetőkkel a pályán. Védőnként is tudna alkalmazni, mert olyan jó az ütemérzékem, hogy azért egy valakit időnként csak fölrúgnék. Illetve, hogy a kevésbé aktív munkára vágyok, tökéletes lennék időhúzó cserének, illetve még nincsen kabalállatuk se, ezt a pozíciót is betölthetném. Egyébként az utolsó a szimpatikus. Kabalállat. Szerintem azt igen. Oda mész, lehetett fotózkodni. Igen. Azt hallották, hogy van egy fényképezőgép, amit néha használ, és ezért minden meccsen csinálhatnék egy csapatképet. Az is a főnyeremény van. Jó irányba gondolkodnak. Megmondom őszintén, hogy egy picikét tartok ettől az egésztől, és nem is merek eddig erre igent vagy nemet mondani, még nem tudom, hogy mi a szurkolók hozzáállás, ezért kimentem egy meccsre, és persze áruhában megnéztem, hogy jelen pillanatban mi a közhangulat a futballmeccsen. Legnagyobb irány!
beteg vagy. Ez alapján... Ez alapján ott eljed nagy maroson. Ez alapján lehetne vállalni a szereplést, nem? Tehát, hogy van támogatottságom a szurkolók körében. Abszolút. Igen, igen. Úgyhogy a dolgon töröm a fejemet, a meghívás szép, nyilván valóan a saját képességeimmel vannak azért kérdéseim és a saját labdaérzékemmel kapcsolatban, de nem a saját labdaérzékem az, ami ma böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na, mi idegesít? Figyeljetek, ez az elmúlt hetemre vonatkozik, és most félve mondom el nektek, mert lehet, hogy ez direkt nekem szól. Az elmúlt egy hétben bármikor, amikor igazán éhes voltam, bármikor, amikor könyörögtem, reszkedtem egy tál jó ételért, abban valamilyen szőr, haj, fanszőr, melszőr, valami folyamatosan benne van. Tehát, hogy... Hát jelen pillanatban ez a közhangulat vele. Te rohadt szemét. Üzenni akart neked valaki a konyhából. Jó, nálatok mi van egyébként, hogy meglátsz benne egy ilyen öles hajszálatok, automatikusan vége van a kajálásnak, vagy még azért kihúzod belőle, arrébb dobod és eszel tovább? Még egy hajszállal kapcsolatban. Hát, attól függ. Éhes vagy nem éhes? Ha rendelt kaja, akkor vége a kajálásnak. Ha étterem, és látom az éttermet, és látom hogy a pincét, kinek a hajszála. És látom, és tudom, hogy azért ez megtörténhet, de egy jó helyen ülök, akkor nincs. Ha jó helyen ülök, akkor mi, akkor gusztusosabb a hajszál? Nem úgy, hanem hogy akkor... Ez ápolt, tudom, benézhetek a konyhába, látom az éttermet, látom, hogy koszos-e, látom a pincér kezét, látom a ruháját. De honnan tudod, hogy kinek a hajszála? Ugye ez a kulcskérdés. Tehát, hogy biztos, hogy mindig a szakács hullatja bele a szőreit a kajába, vagy? Olyan nagyon-nagyon sok mindenki egyébként nem lehet a rendelt kajánál meredekebb, amikor ugye nem látod az egészet, csak jön egy doboz, és abban találsz valamit, és abban a hajszál van. Ha futár fölé guggolt egy sötét zubban. Szóval akkor vége. És ha otthoni? Anyuka, semmi. Otthon lehet, sőt, bőven belefér. Nálunk, hát nem olyan színű, ami otthon van, ott az a meleg. Igen, ott az a meleg. És akkor UV fény, ott nézik ezt. Hát nem, mint hogy hosszú szőkehajú a csaj, és találsz egy fekete rövidet, nem? Aha, hiányzik még arra. Akkor már újra, ugye a hármas kérdés. Újra a hármas kérdés felvetődik. Jani, te mennyire vagy ebbe finnyás? Hát otthon egyáltalán nem. Otthon egyáltalán nem érdekel. Minden hajszál jöhet. Sötét vöröset, szőkét, vagy világos vöröset, az csak annyit jelentett, hogy vagy Móni, vagy a lányom, vagy a kutyánk. És hát, vagy mondtad, hogy mert igazából minden áron belefér. Illetve mondtad, hogy mostában előszeretettet csinált hosszú parókába. Úgyhogy abban is beesett. Ha a konyhába csináltátok egy brokkoli főzelék fölött, a te kedvenc vörös parókádban. Egy rokkocsmába viszont már nyilván. Az ott azért érted. Étterem... Meg is jött a hamis gulyás! Az meleg. Egyébként étteremben ezt simán visszaküldhetem, tehát vissza. Kihúzom a hajszát, és automatikusan mehet vissza. Az igen, ez jogalap arra, hogy de vissza. Kivéve, ha előtte látták, hogy a kedveset haját tépdesked, mert nem akarsz fizetni. Drágám, nem ízlik, gyere hajolj ide! Vissza, persze. De visszaküldheted. Én félve kérdezem, mert úgy látom, hogy ebben azért van egy kis megosztottság, hogy ez milyen szintű csörbökésnek felel meg. Régen voltál menni nyaralni, vagy de tudod, hogy van ennek egy ilyen lezáró szignálja? Ja, igen. Hármas szintű. Indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Ezt el is felejtettem. Tehát, hogy a futballisták között itt is, tehát gyakorlatilag... De véletlennek tudtad be, vagy végeztél egyfajta önvizsgálatot? Vagy átgondoltad, hogy mi lehet? Vagy... Ne, alapvetően a véletlennek tudtam, meg akkor kezdtem picit gyanakodni, amikor a konyháról láttam kibújni három arcot, és nagyon röhögtek, és mutogattak. Így van. De nem azért húztam az időt, ez a rengeteg alapigazsággal, mert nincsen most valami igazán aktuális a tarsajomban. Nem sokára 9:30 van, mert lassan zárnám, hát kicsit megértem, hogy nincs témád. De van! De kis oktondi. Megszületett egy új játék, ami most minden rekordot megdönt, ez a GTA 5. Nem tudom, ismeritek ezeket? Mozogtok-e még ilyen számítógépes játékok világában? Most már kevesebbet, én utoljára diablóztam, ott hagytam abba, PC-n, tehát mostanyokat annyira nem ismerem, de régen sokat. Hát egy szimbolikus 800 millió dolláros bevételt produkált az első napon, tehát hogy nem sokat, csak egy lassan közelít az 1 milliárd dolláros bevétel az első napon, és valami
14 millió ember vette meg az első napon, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az egész világ automatikusan elkezdett vele játszani. Ez játék, vagy nem, Gran Turismo. Ja, hát a Gran Turismot ismerem. Ez a Gran, ez annak az ötödik része. Legendás játék. Hát picit letérdel. Gran Turismoztam sokat. Választhatsz autót, verseny, képzel magad, vásárolsz dolgokat. Hát, ez nagyon jó. Legegyszerűbb autós játék. Választhatsz is autót, meg egyébként bónuszpont jár, ugye azért, hogyha mondjuk nem tudom, baseball ütő vagy agyonversz valakit. Igen. Ha az idős nénit úgy ütöd el, hogy nem tudott nagyon messzire futni, hát, azért is bónuszpont. Az nem a Gran Turismo. Az a Carmageddon. Igen. A Gran Turismo az klasszik autóverseny. Különböző pályákat választasz, csinálod az autót. Itt nem kell senkit elütni. Gran Turismo az egy nagyon-nagyon-nagyon híres autóverseny. Így van. Klasszik autóverseny. Ja, nem a Gran Turismo, jó, már meg is álltam. Azért. Nem, ez a Grand Theft Auto. Na azért mondom, a Gran Turismo-ban nem kell elütni senkit. Nem, de ebbe viszont el kell. Tehát azért mondom csak, hogy mielőtt nagyon megszeredítjük, ez egy olyan játék, ahol menni kell ellopni a másik autóját, agyonverni baseball ütővel vagy vascsővel, lelőni a rendőrt, akkor elviheted a rendőrautót is, közben üldöznek. Ezt is ismerem. Egy ilyen finoman antiszociális játék. És pontot kapsz mindenért, igen. És mondom, hogy az idős néni még nem tudott felsikoltani, miközben elütötted, akkor plusz pont. Tehát azért van a dolognak egy ilyen hangulata. Csak egy picit ez alapján próbáltam egy picit visszagondolni arra, hogy mikkel mulattuk az időt, mert mi is számítógépeztünk meg minden, de nyilván mindenkinek voltak korszakai. Egy picit ezen így átszaladtam. Ti mikkel nyomattátok nagyon így gyerekként? Én amigáztam nagyon sokat, és hát utána sokszor emlegetett nagy klasszikus a Commodore 64, na most azt én neked 10 óráig tudnám mondani, hogy milyen játékok voltak, az Ősember olimpiától kezdve a Wizard of War-on keresztül, a Summer Game és a Winter Game szeken keresztül, hát ezek a Commodore, ugye, bombázzuk le Moszkvát, rédove Moszkva. De ugye egy nagy különbség volt, hogy ugye annak idején, amikor mi játszottunk, akkor 3 darab párcikából állt minden, és mindent a te képzelő erődre bíztak, tehát a játéknak volt egy jó neve, és minden 3 párcikából állt. A Commodore-ban azok még a videójátékok volt, a Commodore-ban már voltak egészen akkor jó grafikák, hát kicsit, nem? Szögletes grafika volt. Igen, egy aszték, amikor futott el a piramis felé, és láncsák jöttek jobbról, arról felháztál a piramisomat. Hát azért azok jó játékok voltak. Az Amiga meg aztán ehhez képest, az meg már fényévekre volt, mert az Amiga mindig híres volt a grafikájáról, sokkal jobb volt, mint a Commodore. Nekem egy 2000-esem volt, Amiga a 2000-esem. Akkor te menő voltál, nekünk egy Commodore 64, az Amigások sokkal menősebbek. Kölcsönkértem, és nem adtam vissza, és volt egy költözésünk is közben, csak azért maradtál. Jó, de amikor még nem volt meg a számítógépes korszak, milyen nyomorúságos játékokkal mulattuk az időt? Hát az első volt a videójáték, amikor 2 pálcik a labda, és teniszeztél, és akkor ment a labda, és megpróbáltad elkapni. Az még mindig jó egyébként, még mindig szórakoztató. De rendes játékotok nektek nem is volt, csak amihez kellett egy tévé. Már hogy érted? Tehát nem volt játék. Nekem? Most ez a téma, hogy játszottunk a bakusszal? Tehát ez a téma? Dobáltál le fakockát. Nem, arra gondol Feri, amivel ő játszott, hogy leszúrtak egy ízét. Bocsánat, egy átszúrt, vagy egy átfúrt marha lábszár csont volt, az is a nyakamba kötve, hogy el ne veszítsem. A kedvenc játékod a kapd el a libát. Hát persze, és ugye is az volt. Kimentettek a mezőre, és akkor Feri, fuss be, aki elkapta, kapott egy pontot. Nem, aki elkapta, annak volt ebéd. Ja igen, az kapott ebédet. Üld meg a malacot. És most lukd meg a libát. Azt ne hagytuk nektek. Rugass meg magad a csacsival. Jó, én azt hittem, most Commodore játékoknál vagyunk. Nem, egy picit a Feri irányába szeretném elterelni a dolgot. Játszottam abakusszal, fajátékokkal. Az abakusz, hát az a számológép. Minden. Nem, egy régi száj, régi szugolyó számológép. Nem, egy szíriai barátja volt, így értek Magyarországon. Figyeljetek, ami már gyerekként is értetetlen volt nekem, hogy ki tudott bűvöletbe kergetni. Ez a búgócs... 4 ütemefejk után? Az is, meg ilyen, mint a búgócsiga. Ben imádja. Búgócsiga, fölpörgetett a búgócsiga. Nekem a mai napig megvan az eredeti búgócsigám, az most már 40 éves, otthon van anyámnál a padláson, piros alja van, és felül. És még mindig forog. És még mindig egyszer megforog. Úgy fölpörgett egy 30 évvel. Igen, tudom, és disznóbőrből van. Bence. Tényleg megvan. Hát most nem, de most nem disznóbőrből, fémből tudom. Van, és festett a mi tetején. Vettünk, és egy mai gyerek a búgócsigával jó el van. Ez a baj, hogy ugye modern játékokat adsz a kezébe, már laptopozik, úgy, hogy adsz neki egy régi játékot, nem egy fajátékot, és besír a búgócsigát. Komolyan? Megőrül, benne imádja. Most már nem, nyilván. Azért ennél már kicsit nagyobb az inger küszöbe, de ja. Hogy régen, az első 2-3 éven imádta, nyomta, húzta, nézte, hogy pörög, persze. Mi is igen, így vagyok vele, csak most már a 10. karácsonykor a világ nem örül annyira, hogy 2 parkett a darabból összeszögeletnek egy fakardot. Fakard a világnak. Hogy te kerülsz rajztábla? Hát szerintem az ultra menő legnagyobb. Volt. Azok menő. Tehát még mindig az. Az még és lehet is kapni. Most ne szórakoztok vele, hogy mi mindig játszol a tekerős rajztán. Igen, van is, lehet is kapni. Van, és olyan is van, hogy ugye ebben megrajzolod valamit, alul áthúzod a mágnesikot, az letörli a rajztáblát, és akkor újra tudsz valamit rajzolni. Mert a régi olyan volt, hogy megfordítottad, és rávisz az aranyportot. Igen, ezek nagy játékok voltak. Rugós foci, kinek volt rugós focia? Hát az nagyon nagy kis asztalon. Ó, rugós foci. Az a rendesen lehetett, hogy meccset lehetett az a baromság. A rendes úgy volt megcsinálva, hogy a játékosok lábára
lábánál volt egy kis bemélyedés, és meglátta a golyó. Az igazán ügyesek szembe álltak a másikkal, és homlokon tudták lőni. Simán. Mi olyanokat csináltunk, hogy már csak azt játszottuk, hogy a kapus és a kapusnak lőtt, és így már be tudtuk pattintani, hogy a kapus lőtte gól 1-0, kapus lőtte gól 1-1. Így mentünk hatig. Én mindig értetlenül álltam fölötte. Álltatok egymással szembe a kis asztalnál, a másik iszonyatosan koncentrál, hogy hol fogod lőni, és homlokon lőtted a vasgolyóba. Ez volt a legnagyobb. Gompoci. Gompoci is. Kinek volt gompocia? Nekem is jó volt. Gompoci pálya, kis kapukkal, kis koronggal, megőrültél, annyira szerettem. De a játékosok. Ez nem nagyon nyomorúság. Asztali labdarúgás, mert hogy az nem gombfoci. Asztali labdarúgás nekem UTE volt, illetve hát Újpeste FC, Tóth Jóska, Törölcsi, Kardos, Kisznyér. És ott pöckölésztétek ott ilyen 21-25 percben. Béka, megfogod a békát, lenyomod. Nagyon is rúgós béka. Fölugrik a rúgós béka. És minden alkalommal örülsz. Megnyomom és mindig felugrik. Bábel torony, rakja Bábel tornyot. Ezek nagy dolgok voltak. Egy látványos csintevés. Tehát mi például a bátyámmal kim voltunk, csak ez nem játék, inkább csintevés. Kimentünk a vasúti töltésre, bekentünk, anyámtól loptunk egy doboz margarint, bekentünk margarinnal a síneket, és rettentően szurkoltunk, hogy a kisiklik a vonatot. De nem mi? A rohadt vonat rá se hederített. Látok egy ilyen valami kis izé, ami már a játékon picit túlmutat, de gyerekként meg kellett kicsit emelni az adrenalint, volt. Hát a lovaskocsit nálunk nem lehetett kisiklatni, úgyhogy. Mi békát cigiztettünk. Igen, az elég humáros. Szétduranás. Hát, minden gyerek kínoz állatot. Mi a bátyámmal egyébként... Csináltunk olyat, hogy kivezettük a házból a 220-at, beraktuk Pecabotra. Csapattatok már meg békát 220-at? 10 évesek voltunk, hát most ne legyünk álszentek. Ja, persze, fogod a Pecabotot, bevezeted a 220-at, berakod a gyűrűkbe végig, hogy Pecabottal a nádasba elérd a békát. Tudod, mit csinál a béka, megcsapott 220-szal? előre dobja a kis prasztit, és hátra dobja, és picit megmerevedik. Superman. És a mázlé van túlélve, nem. És az volt, hogy mentünk a Pecabottal, a végén ott volt a 220, és tak, csapattuk a békákat. De minden gyerek csinálja. De ha vízbe ér, akkor nem csak a béka, hanem az összes keszek, a ponyt. És a fürdőzők is. Vízisikló, hogy ilyen könnyű buvárok. Amíg én békákat csapattam, 220-at, ott ültek a stégen, csak Szolohov csendes donnyát olvasgattátok, és felmondtátok egymásnak. A háborús békét, a csendes dont, azt már bőle kivégeztük. Én a tónak a partján a te általad a halálba küldött békákat mesterséges lélegeztettem. A bátyámmal még volt egy-két nagy játékunk, az akkor még nem tudom, egy-két hónapos unokaöcsémet dobáltuk a pelenkázó és a kiságy között, és így passzolgattunk vele egészen addig, amíg a koncentrációi pillanatra ki nem hagyott, és a gyerek ugye borzasztóan bömbölt, de ugye akkor még ki tudtuk játszani azt, ő még nem tudta elmondani, mi történt, ezért a mai napig a mi fedősztorink érvényes ezzel a balesetnek kapcsolatban. Hát ezek nagy dolgok voltak. Igen, aztán jött a Nintendo már, ugye, mint a videójátékok kézbe vehető elődje, a PS elődje, Super Mario. Miért tapadó korongos pisztolyba kicserélni mondjuk egy sima 2B-s valami ceruzára, és azzal lövöldözni a tesódat, aztán attól ünnepélyes nincsen. Persze, hegyel elő. Hát ez mégis tegyen a dologra azt. Rotringnak megcsinálni a belsejét fúvócsőnek, kiflőből meggyúrni atomkemény, nagyon durva kiszáradt golyókat, és hátba lőni az osztálytársadat. Hát ezek simán, persze. Szóval azért nem kell 3D-s játék. Tehát ugye? Tehát, hogy nem csak a 3D meg a virtuális valóság. Mi is csak fölnőttünk valahogy, nem? Még ha nem is tudtuk, melyik az a 3D-s, amit mondasz. Grand Turismo, Grand Theft, valami Grand Theft Auto, valami mindegy. Ne rövidítéseket használj. Igen, én hibáztam. Félve kérdezem, csak mert tudom, hogy tovább kell menjetek a promócióval, hogy a magyar futball megújításáért, a hajszálakért az ételben, és a gyermekkorotok felidézésért jogos lehet-e a taps és a sikor? Nem tudjuk kicsi. Nem megadni. Nem tudok hibázni. Nem. Nagyon nagy. Az ilyen kijelentésekkel, Tibi, hogy nem tudok hibázni kicsit finomabban. Így van. Picit finomabban. De a Viaszat köszöni a nézőket. Na. Te dobtad a magas labdát. A Viaszat csak ne köszönjön semmit. Te dobtad a magas labdát. Viaszat csak ne köszönjön semmit. Nem tudok hibázni. Igen, ismerjük már egymást. De tanulok a hibáimból. Akkor legyen így. Nagyon jó. Egymásnak ne hazudjuk. 7-10 múlt pontosan, 6 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és bemutatjuk az autót. Kimegyünk, és Jani kifutok, kihajózok. 2 métert gurul az új Chevy Trackkel, amit pénteken megnyer valaki, mindjárt jövünk ezekkel a pillanatokkal. Ez itt a Morning Show.
3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye van egy nagyszabású játékunk, itt a Morning Show-ban a Klassz FM-en pénteken elrejtünk egy vadonatúj Chevrolet Trax-et. Ki kell ásni azon szerencséseknek, akik elmennek regisztrálni, és kiválasztjuk őket a regisztrálás után. Ma is lehet még menni, holnap is lehet menni. Nem győzünk hangsúlyozni, hogy ez a legkevesebb, amit az ember megtehet egy autóért. Elmegy, regisztrál, várja, hogy kiválasszák, eljön, és egy jó hangulatú pénteki vadás keretein belül kiássa az autót, és megnyer egy több mint 5 millió forintos értékű Chevrolet Trax-et. Feriék már kint az autónál, reméljük az autó még egyben. Hello, Feri! Hello! Hát én vagyok az, aki már kipróbálta. Jelezném a Chevrolet felé, hogy térre leteszem a kabriómat, hogy tudom használni ezt az autót tavaszig, ha érdeklők. Gyerekek, ez nem a szokásos puncsolás, mert abban nagyon jó vagyok, de hogy ez tehát ámulatosan nagyméretű a gépjármű, a miénk ráadásul, ami most itt van, az egy ilyen kis bőrbe. Hova ül János? Itt a kormány, jöjjön már erre az oldalra, mert ő beült, jó, ugye szokás szerint alapból az autó vagy az anyós ülésre ül. Ez ráadásul egy ilyen bőrbelsővel ellátott személygépjármű, rettenetesen magasan ülsz, nagyon jó ki lehet belőle látni, és Jani most ül be az anyós ülésre, jön a beszámoló. Jó napot kívánok! Hát figyeljetek, nagyon érdekes érzés egy, ezen az oldalon is ülni, egy picit olyan, mintha felértékelődnék, mert most ebben a pillanatban Feri bedugja a sluszkulcsot, és remélem az a funkciója ennek a dolognak, hogy el is indul az autó, bár nem állok jót magamért, ráadásul Balázs kölcsönautója is itt van a közelben, remélem, hogy nem fogjuk megkarcolni. Feri beült mellém az anyós ülésre, és itt a MyLink, ha nem is 17-ben 7-os kijelzőkkel. Csodálatos. De most akkor a vezető oldali ülésen vagy, Ani? Tehát te most elvileg el tudnád indítani az autót? Elvileg, igen, nagyon jó a szó, amit használsz, elvileg el tudnám indítani az autót. Feri, add már oda a Janinak a kulcsot, hogy nézzük már meg, hogy nulla segítséggel úgy el tud-e indulni, hogy mondjuk nem fullad le, mint a alapjáraton jár az autó álló helyzetben. Hm? Aha, na, Balázs azt kéri tőlem, hogy indítsam el az autót. Jó, odaadom Ferinek. Jó. És akkor ő kommentálja az eseményeket, melyik pedálra lépek rá egyébként. De ne segítsen a Feri, ne segítsen a Feri. Jó, fia, adom. Okay. Akkor az ünnepi pillanat a bal láboddal azt a Ne, pont ezt akarom mondani, ne segíts. Nézzük meg, hogy el tud-e indítani egy autót, úgyhogy nem mondasz semmit. Ugye beindította, a férfi beindította az autót, jelezném nektek. Kinyomta a kuplungot? Lenyomta, vagy kinyomta, igen, ugye hivatalos a kinyomást. És nagyon nyomja a féket, és a kuplungot most tette át a lábát, jó? Igen, bűg a motor, mint az áll, a gyerekek, elindultunk, Vadon János vezet, egyesben vagyunk, most elkezdett már az összes olyan visszajelző neki csörömpölni, mi van, jó vagy? Jó, melyik a fék? A középső. Nem áll! Mert gyorsult, elkezdett gyorsulni az autó, és egy picit megijedtem, most megint beindítom. Várjál, ne, a kuplungot nyomd ki. Az történt ugyanis, hogy a kuplungot elfelejtette kinyomni János, és úgy fékezett be, plusz szembe érkezik egy kolléga, de szerencsére el. Tanuló vezető! Megpróbáljuk. Te jó Isten. Próbálj meg még egyszer, oké, rányom. Igen, beindít. Figyelj, azt komolyan kérdezte Jani, hogy melyik a fék? Igen, de nem, megcsinálta, csak elfelejtette a kuplungot kinyomni hozzá. Nem tiltott le, csak ilyenkor ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni, nyomd be a kuplungot. Nyomom a kuplungot. Na most az a helyzet, gyerekek, hogy úgy állítottuk meg az autót, hogy itt a vége, vagy konkrétan a lepazlózás után, Nem akar újraindulni. De milyen az autó belül? Szép, tágas? Jó, ettől függetlenül, hogy Jani most egy életre generálózni vitte az autót? Tehát szép, nagy, jó. Én úgy szoktam etalon lenni egy autóban, hogyha beülök előre, akkor mögöttem elfér-e valaki. Nagyon kényelmesen ülök elől, és hátul még egy felnőtt méretű férfi, például a Laci befér mögénk, ő most nincs itt, de szerintem be fogjuk ültetni. Bőr belül körbe az autó, bőr a kormánya is, erről ugye beszéltünk, kézzel varott kormánya van. A nagy középső kijelző mi a neve? 7-szolos MyLink. Egyesek szerint 17-szolos, igen. Ez egy ilyen nagyon komoly információs bázis múlt, és mi minden kézre esik benne nekem így első olvasatra. És amit még én is meg tudok állapítani egyébként, ami a családosoknak nagyon-nagyon jó hír lehet, hogy belül tényleg ilyen kopásálló anyagokból van az egész kilakítva, tehát a műanyag burkolat is, és egyébként a szövet anyagok is olyanok, hogy valószínűleg nem tudja majd őket kétbarmolni. Nem, Jani, az csak egy nylon üléshúzat, ami az új autókkal rajta van, azt le kell venni. Hát az nem kopásálló. Van, pedig használtam. Igen, az a baj, hogy ti nem veszitek le, de 10 éves az autó. Igen. De te éjszakára le is takarod az autódat egy pongyával, tehát az nem mindegy. Nylonon ülsz, de az nem rendeltetésszerű használat, az csak azért, mert új az autó, azt ne hidd el.
úgy szoktuk csinálni egyébként, hogy két naponta forgatom az autót, hogy egyszer az alját verje, egyszer meg a tetejét az eszköz. Atya Isten, na jó, gyertek vissza valahogy, de az se baj, ha a Feri próbálja meg. Na, jó? Szemüvegtok, képzeld el a vezetőülésről. Micsoda, mi van? Szemüvegtok. Ez a kis apróság, ahol a majrévas van, ott a sofőrnél nem szoktak majrévasat tenni, mert ő inkább vezessen, tettek egy szemüvegtokot. Sminktükör, kétoldali, ez a nőknek mondanám, hogy a vezető ülésnél is van sminktükör, kétoldali megvilágítással, és ugyanez megvan az anyós ülésnél is. Tehát mind a ketten a Janis és én is tudjuk magunkat nézni. Valamely kinyitottam, és azt hittem, hogy velem szembe ül valaki, de akkor ez tükör. Óriási vagy, Jani, hatalmas, hatalmas vezető vagy. Na jó, gyertek, gyertek, akkor vissza, vigyázzatok rá, jó? Igyekszünk. Szevasztok, ciao. Hallgass, várj, figyelj. Megkésztem, kiléptek. Hát, össze fogják törni. Csabikám, te már ilyenkor rám? Jó reggelt, szavaztok. Azért ez egy nagy ötlet, hogy az Janit küldött ki, hogy teszteljen egy autót. Ne, csak gondoltam, hogy beleszagol, megnézi az újításokat. Nem hittem, hogy ilyen bátor, hogy el is indul vele. Nagy kárt egyébként nem tud benne tenni. Láttad az autót? Szép, nem? Nem, de hát azt voltatok volna én sem. Itt áll. Igen, akkor gyorsan kifutok és megnézem, amíg a bestopot lenyomod, vagy nincs bestop. De van, csak előtte mondom, hogy érdemes elmenni tehát a Chevrolet márka kereskedésekbe, jó, a Chevrolet.hu megnézni, hogy hol vannak. Beregisztrálni, ma is hívunk valakit, aki regisztrált, holnap is hívunk valakit, aki regisztrált, ez az autó több mint 5 millió forint értékű, ilyet manapság nem nagyon lehet nyerni, beküldeni a családtagokat, menni, próbálkozni. Jó? Na mi van, egyben van az autó? Persze, van benne egy úgynevezett HA hülyeálló rendszer, és azt tiltott le. Óriási volt, mert úgy fékezett be, jöttek szembe, de tudod, két sorompó van. Igen. Tehát egy szolid 100 méterre jött szembe előttünk egy autó, aki megállt a sorompónál, Jani erre befékezett, de úgy, hogy nem nyomta ki a kuplungot, tehát lefulladtunk, mint a franc. Igen. És ezután azt mondja az autó, hogy akkor legyél olyan kedves, rakd üresbe, nyom be, kapcsold be, és újraindul. Na de a sávtartásom az milyen volt? Gyönyörű, Feri, azért azt mondtál? A férfi úgy ment az udvaron, ahol körülbelül 40 méter széles hely van, hogy olyan gyönyörű volt. Gyönyörű volt. A biciklizés eltöltött. Megvan a rutin, igen. Fogta 3:49-nél, 10 óra 10-nél, amit akarsz. Sikes indulás meg volt. Sebességirányozó. Az autó belülről. Egyébként tényleg jó. Cse-cse. Nagyon patent. Nagyon patent. Elől hátul rendben van, és ez nekem úgyis minden gyengén volt. Hát neked inkább a hátul rendben van. Azt szereted. De azért elől is csattogjon valami. Ja. Na jó, szóval valaki megnyeri pénteken ezt az autót, tessék, regisztrálja a Chevrolet.hu-n és a Classfm.hu-n, ott van az összes helyszín, ahol lehet regisztrálni. Kicsit érdemes utazni, kicsit érdemes rászánni. Ma nem dobnak az ember után, egy 10 perces regisztráció után egy autót több mint 5 millió forint. És nem, jó? Ez az autó lesz, amit János ne, most vezetett. Nem, tehát, ha valaki úgy érzi, hogy ez értékcsökkenés, hogy nem. Egyébként nem, de nem ez lesz. Na, hívjuk akkor a mai nyertesünket, aki ott lehet pénteken a Ferdinánd híd alján áll, ahova egyébként várunk mindenkit szeretettel, ki lehet jönni, meg lehet nézni minket. A kiásást, ugye ez a West End parkolójának a területe lesz a Ferdinánd híd lábánál pénteken. Ott ássák ki majd a Morning Show üvegstúdióját és az autót. A nyertesek lehet jönni nyugodtan. Ő már biztos, hogy ott lesz. Hello. Hello, Balázs, Morning Show, itt a Jani, Feri, hello. Hello. Sziasztok. Hello, mi Pétert keressük. Hello, Péter. Én vagyok. Péter, jó reggelt, hello. Voltál regisztrálni? Igen, voltam. Mikor? Múlt héten, pénteken. Hol voltál helyileg? Esztergomba, bementél regisztrálni. Na, kalandvágyból szeretnél egy autót, azt mondtad, hogy hát, ha összejön, tegyünk egy kísérletet, vagy jó lenne egy új autó, miért? Hát kaland is, meg igazából jó bulinak látszik ez az ásás. Ez így igaz lesz, az. És ajándék nélkül, ha te esetleg ott lennél, akkor nem is mész haza, ugye, vagy a kocsimon, vagy minden egyes áson kap valamit. Igen. Péter, ott lehet pénteken, ez a helyzet, ezért hívtunk, jöhetsz a többi hallgatóval ásni. Jó? Jó. Mi a foglalkozásod? Tűzoltó. Tűzoltó vagy, de jó. Gyerekek vannak? Igen, van, kettő, meg harmadik úton van. Ó, hát ez akkor az. Már most hallom, hogy ez az autó ez jó helyre menne, ugye? Igen. De jó, van autó a családban? Van, igen. Régebbicske? Hát igen, már régebbicske, úgyhogy egy új nem volna rossz. Akkor három gyerek, jó helyre ment, gyerekülést bedobjátok. Na, hát kívánjuk, hogy meglegyen, jó? Oké. Okay. Mondjuk a részleteket, pénteken gyere, legyél jó erőben, és hát szugeráld elő. Tűzoltó. Egyedül kiásolunk. Munkai követelmi. Igen. Oké, köszönöm szépen. Péter, pénteken találkozunk, jó? Oké, köszönöm. Oké, várunk szeretettel. Hello. Oké, hello.
Ma is lehet is még menni, holnap is lehet menni, úgyhogy hajrá. Jó, Csabi, hello újra. Jó reggelt, szevasztok, hogy az a kérdés, hogy most, hogy a Jani ezt tönkretette, és jelentősen csökkent az értéke, hogy meg lehet-e olcsóbban venni. Nem lehet, a hülyeálló rendszer tökéletesen megvédte az autót, a károsodásot. Hát ettől nem lesz baj. Belenéztem én is, nagyon szép. Gyönyörű autó. Hívjuk a nap hallgatóját. Azt a verziót is írták, hogy mi van, ha pasi írt a pasinak, mert egy harmadik pasit akar. Nem rossz. Amiről beszéltünk. Most fogja felvenni? Vagy most? Nem, még ez. Még ez a csöngés? És most ez a csöngés? De most a következő lesz olyan szerintem, aminél már elgondolkodhatunk azon, hogy vajon melyik lesz ez a csöngés, amelyiknél felveszi majd később. Andi lett volna a naphallgatója, ugye a hármas szexről beszélgettünk, hogy egy monogám pár, akik hosszú ideje házasok, hogy kezdik ezt el, és akkor beszéltünk, hogy áthívod a vendégeket, kiraksz néhány dolgot az asztalra, vaníliás karika, mit tudom én, bármi, Ropi, Szotyi, és onnan utána elindul. És a végén jön a néger csók. Igen. Holnap megyünk vendégségbe, de ha pisztáció lesz az asztalon, hazamegyek. Ezt írta nekünk Anni, szellemes volt, szerettük, ő lett volna a naphallgatója. Végülis az is, ugye? Igen, csak az ajándék nincs meg. Más ajándék az van. Az ajándék megvan, de a mi ajándékunk, a Morning Show-s nincs az meg. Nincs. Csabikám, remekzenéid lesznek? Köszönöm a kérdéset. Kálai Szandál Szandrást hozom, aki már korábban dolgozott együtt ezzel a svéd rapperrel, a Rapstarral. Most megint is összehoztak egy nagyon jó kis új dalt. Play My Song ez a cím, ezt ajánlom mindenkinek. Ő jó. Csak nekem fura egy svéd, aki rapper, vagy ez már ilyen teljesen? Igen, ezek a svéd rapper. Csak húsgolyó és rap. Hát ilyenek. A vérükben van a rap a svédeknek, tudom. Hát abszolút úgy születtek. Hát miért Magyarországon is vannak rapper. Persze, nem, csak ez olyan fura, hogy egy svéd rapper, nem? Hogy ez így valahogy nem ezt várod tőlük. 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.